amikor pszichológusokkal beszélgetek, akkor van egy olyan nézésem, mintha ők ugyanazon a szigeten laknának. Ezen a szigeten mindig süt a nap, pálmafák hajladoznak, minden csodálatos, és minden idilli. De valahogy a valóság az pont nem ilyen. Vannak ezek az úgynevezett sémák, amik, hogyha kialakulnak, akkor ezeknek a mentén fogunk gondolkodni és értelmezni a világot. Ezt azért, hogy a sémáink fogságából kiszabaduljunk, ezt nem lehet az embernek önnön maga megoldani. Jó, akkor fölveszem a combcsizmát, ami piros, akkor harisnyát veszek hozzá, és a Tesco-ból veszek egy nagyon olcsó piros kombinét, és ebbe fogok föllépni. Nagyon nehéz megítélni azt vajon, hogy valóban mi a jó, mi a rossz, kinek mi a jó, és kinek mi a rossz. Amin azt érted, hogy átgondolni saját magunkat, igen, és amit újra kell szabni, szabjuk pontosan újra. Pontosan. Borzasztóan reaktívak az emberek, és így ugranak egymásra, és nagyon sok az agresszió, és nagyon sok a feszültség. Én azt szoktam mondani, hogy több gondolat, kevesebb indul. Hát azért mondjuk ki őszintén, hát ez egy káosz. A mai téma mi egy szóban, Péter? Egy szóban sémák, két szóban lelki sémák. Ezek olyan mintázatok a lelkünkben, a viselkedésünkben, amelyek azért alakulnak ki, mert gyerekkorunkban valamilyen szükségletünket nem elégítették ki azok, akik körülöttünk voltak. Minden gyerekkorra vezethető vissza? Nekem is gyanús, most már sokadik beszélgetés alkalmával, hogy mindent valahogy a gyerekkorra kennek ezek a pszichológusok, de közben nem kennek rá, és igazuk van. Ha belegondolsz abba, hogy te miért vagy olyan, amilyen vagy ma, miért úgy viselkedsz emberekkel, mi az, amiben egyébként magad is tudod, hogy lehet, hogy jobban kéne viselkedned, de mégis ugyanúgy csinálod. Milyen pejorálva mondtad? Ebből elég sok lehet. De miért vagy olyan, amilyen nem vagy? Oké, akkor magamra is mondom ezt. Nyugodtan. Hogy ezek mind a gyerekkorban kialakult, kisebb-nagyobb sérülések okán, vagy negatív élmények okán alakulnak ki bennünk. Ráadásul ezek ilyen kőkemény hiedelmekké válnak, amelyek rossz sémák, amelyek alapján nehezen találunk boldogságot, nehezen találunk párt, azt gondoljuk a világról, hogy általában inkább ellenünk van, sokszor pessimisták, negatívok leszünk. Neked is vannak ilyen sémáid? Nekem viszonylag kevés van, de nagy képviség lenne azt mondani, hogy nincsenek, biztos, hogy vannak. És aztán vannak ennél sokkal egyszerűbb sémák is szerintem, amikor az ember egyszer csak rájön, hogy hát eddig ezt mindig így csináltam, de miért is? És ha miért ásnál a dolgoknak, akkor lehet, hogy megtalálnád ezt. Például a feleségem nem bírja, hogyha rendelünk kaját, és kérek az övéből egy kicsit. Mert valahogy mindig föltör belőle az, hogy gyerekkorában mindig meg kellett osztozni a húgával a kaján, és ebben teljes fölveszi a mandinka harcos keménységet, és ilyenkor mindig úgy ülök, de hát csak egy falatot kértem volna. Persze most ezt a majd... te megeszed a sajátodat, de hamarabb, és így aztán még kérsz az övéből? Nem csak meg akarom kóstolni, egy falatot csak, tudod? Vagy például a teljes kávéjából, tudod, amit rendelem, én nem bírok meginni a teljes kávét, mert és nem bírom a kávét, de közben ő azt is utálja odaadni, de az a szép, hogy a végén mindig ad belőle egyébként, csak az elején, amikor meg kell harcolnia, ez nyilvánvalóan kompenzál valamit, ami gyerekkorban alakult ki. Hogyha magamról kell beszélni, nekem például sokáig az volt az egyik ilyen valószínűleg téves mintázatom, de ennek még te is szemtanúja voltál már felnőtt koromban, hogy én mindig azt gondoltam, hogy az jó, hogyha az ember vicces, vagy humoros, mert egy mondás szerint ugye akkor tudsz népszerű lenni, hogyha vagy gazdag vagy, hát az nem vagyok, vagy szép, na ez se vagyok, vagy humoros. És sokáig azt gondoltam, hogy mindig viccesnek kell lenni, és néha még akkor is erőltettem ezt, amikor már az nem kellett volna, nem egy műsorban egy poén kedvéért, hanem akár az emberekkel való viselkedésemben. Ez is egy séma, amitől aztán remélem sikerült megszabadulnom. És miért tartottad fontosnak ezt témaként egy teljes adás elejéig kitűzni? Azért, mert ez tipikusan olyan dolog, amin tudunk változtatni. Tehát ez megint olyan kérdés, hogy ha dolgozunk rajta, hogyha foglalkozunk vele, ha megtanuljuk az alapjait ennek az egésznek, hogy mit jelent a sématerápia, sőt, sémakémia, tehát hogy például olyan emberekkel jössz össze barátként, vagy olyan emberekbe szeretsz bele, akiknek hasonlóak a sémáik, és hogyha ha tök mások, ezt akkor az nehezebb. Ezt tudományos tény? Igen, ez így van, erről fogom kérdezni többek között a mai szakpszichológus vendégünket. De a séma többnyire negatív, és képes sodorni bennünket, akár egész felnőtt életünkön keresztül, abban negatív tartományba, amelyet, ahogy mondod, gyerekkorunkból szedtünk össze, vagy gyerekkorunkban.
Igen, így van. Tehát valamit nem tudunk magunkról, amit tudhatnánk, és ez a valami akadályoz minket abban, hogy boldoguljunk, hogy előre jussunk, hogy egyszerűen jobban érezzük magunkat, hogy minket jobban lehessen szeretni, és ezt fel lehet térképezni. Egyébként gondolj bele, hogy például egy napi rutin során, most kicsit elengedve a lelki sémákat, gyakorlatilag nagyon sok mindent a megszokásaink, a megszokott húzásaink szerint csinálunk, ugyanazon az utcán megyünk abszolút végig, ugyanúgy, és így tovább. Mondok egy nagyon gyakorlatilag példát. Gyakran figyelmeztetnem kell magamat arra, hogy ne ugyanúgy csináljam, ne ugyanúgy döntsek, ne ugyanúgy válaszoljak. Egyetértek, én például ezt kifejezetten próbálom magamban én is ezt fenntartani, ezt a figyelmet, azért, mert egyébként megunom saját magamat is ebben az értelemben, és az nem jó, ugye van ez a mondás, hogy figyelj, normálisnak lenni, és szokások szerint működni, az nagyon unalmas, azért néha tartsd meg a benned lévő őrültet is, szóval szerintem ez fontos egyébként. Pont te, aki nagyon sokáig a 90-es években ugye a műsoraidban nagyon-nagyon színesen, nagyon-nagyon feltűnően öltözködtél. Valószínűleg szembesülhettél azzal, amivel én is szembesültem pasiként, hogy az ember szinte mindig ugyanazokat a ruhákat hordja a hétköznapokban, és akkor egyszer csak jön egy stylist, és azt mondja, hogy gyere, nézzél meg egy tök másféle ruhát, mint amire te valaha gondoltál. Kialakulnak sémák velünk kapcsolatban, és akkor egyszer csak jön valaki, például a ruházkodásban egy stylist, és azt mondja, hogy te próbálj fel egy más fajta ruhát. Én például szinte mindig ugyan típusú póló, tornagaty, vagy tornacipő, gatya kombót szoktam hordani, egy bittai kapucnis felsővel. Oké. Okay. Csak egyszer csak a nem tudom melyik tévéműsorban, talán az X-faktorban, de itt az egyik nagyon helyes állít, és mondta, te vegyél fel egy inget és egy zakót. És ne hívéskében nem szoktam ilyet hordani. Mert egy sémába voltam beleragadva még az öltözködésem kapcsán, és egy csak rámadt, és azt mondtam, hogy jé, ez tök jó. Sőt, az Edith meg azt mondta a feleségem, hogy te, neked inkább ingeket kéne hordani, jobban áll. De erre magadtól is rájöhetnél, csak egyszerűen a sémáid miatt nem veszed észre, hogy hopp, változtatni kéne. Nagyon nehéz azért kitörni a sémák fogságából, tehát a sémákból, mert hogy az ember, ha egyszer rááll, akkor bizonyos dolgokat talán könnyebbé tesz, talán leegyszerűsít az, hogy nem is gondolkodik. Ilyen az öltözködés, az evés, és még egy csomó minden, és akkor ez még lelki eredetű, mint mondottál, gyerekkorban egy csomó olyan traumát hozunk, ami aztán sémává nő, és annak megfelelően cselekszünk, ez különösen az embert be tudja ragasztani egy pozícióba. Az egészen biztos. Hozzáteszem, hogy én úgy látom, bár nem vagyok szakember ennek, hogy nagyon sok séma fontos az életünkben. Ezt úgy hívjuk, hogy rutin, ami biztonságot ad abban a hétköznapi helyzetben, vagy akár egy munkában, vagy egy társas kapcsolat egy pillanatában, hogy ezt megoldjuk. De vannak rossz sémák is, rossz lelki sémák, és ezekről fogunk beszélni. Ha jól emlékszem, ezeket úgy hívják, hogy maladaptív sémák, jó, vagyis rossz indulatú alkalmazkodás közben. Mindenki hívtunk szakértőt, ha Péter szakértővé képezte magát. De ki lehet ebből gyógyulni? Vagy inkább úgy kérdezem finomabban, hogy valamilyen módszerekkel ki lehet ezeket küszöbölni? Én úgy láttam az eddig elolvasott tananyagban, amit miattad kellett elsajátítanom, úgyhogy hiába kéred számon rajtam, hogy én mi mindent tudok. Ez jó, csak dicsőségedre említettem. Nagyon kedves vagy, hogy úgy láttam, hogy igen, meg lehet szabadulni. Ez megint ugyanolyan, mint amiről más pszichológusokkal is beszélgettünk már. Dolgozni kell magunkon, cselekedni kell, figyelni kell, szerintem olvasni és művelődni is kell, de akinek erre nincs ideje vagy nincs kedve, az is egyszerűen szembe tud nézni magával, hogyha föltesz magának alapvető kérdéseket, főleg ha nagyon boldogtalan, akkor ezeket nagyon érdemes végigjátszani. Mára is egy ismert embert, illetve egy szakembert, egy pszichológust hívtál, ugye? Mai vendégem Pásztor Anda lesz, aki egy fantasztikus csaj. Nemrégiben együtt ültem vele egy koncert alatt, mikor vártuk, hogy fellépjünk együtt. És Az énekes Pásztor Annáról van szó, igen, és úgy láttam rajta, hogy éppen egy nehezebb pillanatában jár az életének, és valahogy úgy eszembe jutott, hogy ezekben a nehéz pillanatokban vajon ezek a típusú sémák, amik bezárnak minket saját magunkba, ezek mennyire határozzák meg azt, hogy helyesen döntünk, vagy nem. Ha hajlandó lesz ilyesmiről beszélni, akkor kérdezni fogom őt. A másik vendégünk pedig Vágyi Petra pszichológus lesz majd, akinek nemrégiben jelent meg egy erről a témáról szóló könyve. Akkor kezdjük, jön a főcím. Vendégem a Geszti Pluszban most Pásztor Anna, többszörös fonogramdíjas magyar énekes, előadóművész, színész, táncművész, dalszövegíró és zeneszerző, az Anna and the Barbies együttes frontembere. Annáról talán kevesen tudják, hogy angol bölcsész szakon végzett, mert zenész, táncos és helyenként celebes karaktere, meg úgy általában galaktikus energiája és extravaganciája talán kicsi eltakarja azt, mint hogy azt is, hogy két gyerekes anyuka, aki nemrég új életet kellett, hogy kezdjen, de vajon
egy ennyire határok nélkülinek látszó ember hogyan látja saját sorsának mintáit, sémáit, és volt-e, vagy van-e olyan ezek között, amelyik foggyulejtette őt, amelyiktől meg kellett szabadulnia? Na, ez most jó akadémikusan hangzott. Látom, rögtön el is gondolkodtál ezen. Abszolút, abszolút. Először is köszönöm szépen a felsorolást, aminek a fele, hogyha nyomatékosan igaz, akkor azt is köszönöm az életnek. Sok mindenbe belekóstoltam, de ennek az egész hógolyónak az összeállása még nem történt meg. Tehát itt is, ott is, ezt is megpróbáltam, csináltam. Talán az az egyetlen, ami úgy gyerekkorom óta van, az a dalszerzés, és leginkább azon belül is a szövegírás. Úgyhogy azt vállalom, hogy teljes mellszélességgel, hogy dalszövegíró vagyok, az összes többit meg még tanulom. Hát meg anyuka vagy. Igen. Az összerakott téged egy kicsit? Tanulom. Összerakott az téged egy kicsit? Az kinyitott engem nagyon, a színeimet. Talán annyiban vagyok más, mint az elődeim, amennyivel gyorsabb az a korszak, amiben élünk. Tehát a dédmamámnak a korlátai és a megkötöttsége és az akkoriban a nők szerepe sokkal lassabb lépéseket engedélyezett neki, amiben tulajdonképpen olyan, mintha valamiket meg akarna váltani, vagy valami terheket le akarna tenni az ember, és a következő generációnak átadja ezt a stafétát, hogy én idáig jutottam, tessék, és menjél tovább, és válts meg minket. És most meg olyan tempóban élünk, hogy nem csodálkoznék, ha tényleg ez lenne egy olyan váltókorszak, amikor az utolsó emberhez került a váltó, és be kell érni a célba. És ha beérünk a célba, akkor egyszer csak fölsikít egy csomó asszonyság, aki a fölmenőim között volt. Megcsináltok! Hát mert hogy most már van hangja a nőknek, és ki is engedik szerencsére, én szerintem szerencsére, és nagyon helyesen, vagyis hogy egyáltalán nem kell alárendelt szerepet játszaniuk a férfiakhoz képest. Erről beszélsz? Abszolút. Én egyáltalán nem vagyok feminista, már annak a klasszikus értelembe véve, amikor így fejjel támadom a férfiakat, sőt, én... Fejjel támadom? Hát úgy ütön neki megyek, mint a... Mint a bika. Mint a bika. Mint a bika, vagy kecske vagy, bakkecske. Én nagyon, nagyon jobban vagyok a férfiakkal, sőt, gyanítom, hogy nekem alapvetően az agyam beállítottsága eléggé férfias. Tehát én úgy gondolkozom, úgy élem az életemet olyan nyíltsággal, olyan őszinteséggel és olyan vehemenciával. Meg olyan ambícióval. Igen, ambícióval is. Viszont van egy brutálisan nőies pszichém. Ennek a kettőnek a keveréke nem túlságosan egyszerű, de bennem nincs ilyen uralkodási vágy, meg legyőzési vágy, meg amikor én mondjuk vezető pozícióba kerülök, azt se férfiből oldom meg. Viszonylag régóta ismerlek, nem ismerlek nagyon, de többször találkoztunk. Mindig nagyon érdekesnek tartottalak téged, és azt vettem észre, hogy egyre szélsőségesebb vagy sokszor, egyre jobban olyan, mintha azt mondod, hogy a rock and roll az egy állat, és ezt az állatot én be akarom habzsolni úgy, ahogy van, és hogy nagyon szélsőséges helyzetekbe vered bele magad azért, vagy kevered bele magad, inkább azt mondanám, mert valamit meg akarsz érinteni, valamire nagyon kíváncsi vagy. Vagy magadat próbálgatod, vagy az életed határait. És hogy ennek ilyenkor nyilván te is tudod már ennyi idősen, hogy biztos, hogy van oka. Ez nem magától jön így. Hogy szoktad ezt magadban így kapargatni, hogy ez mitől lehet? Volt valami trauma, amitől ez így alakulhatott az életedben? Kétfajta válasz van erre a viszonylag összetett kérdésre. Az egyik az a határok, az izgi, az nagyon-nagyon izgi. Az élet határai, az élet sokszínűsége, az életnek az ízei, az A-tól Z-ig van, és mindig kiderül, hogy az A-tól Z után még vannak betűk. És tulajdonképpen kimerészkedek a határokon túlra, és onnét valahogy vissza kell találni a libikók a közepére, mert különben borul az egész. Úgyhogy az equilibrium és a határtalanságnak a játéka ez az egész életem. Mármint, hogy az equilibrium, mint egyensúly. Igen, igen, és a határtalanság, amikor borul minden. Jó, de ezt olyan emberek szokták keresni, akik nem elég nyugodtak. De én aztán nem vagyok nyugodt. Egyrészt nem vagyok nyugodt, mert izgat az, hogy még mi van az életben. Tehát ez a fajta, hogy ne pihenjünk, mert még tapasztalhatunk, mert még játszhatunk, a végtelen játék. Egyébként meg egy szobanövény vagyok, ezt nagyon kevesen tudják rólam, tehát engem be lehet rakni a sarokba, ahol smink nélkül egy XXL-es férfi pulcsiba nagyon jól el vagyok, még akkor is, ha semmit nem csinálok. Tehát szeretek ülni, gondolkozni, szeretek kinézni az ablakon, esőt nézni, tehát tényleg nekem van egy ilyen végtelenül
Méla és kedves énem. Ezt abszolút el tudom fogadni, mert nálam ez ugyanígy van. Csak ugye nekem nem lettek ilyen extravagáns megjelenési formáim. Én ugye azt szoktam mondani, hogy nem az a kérdés, milyen hosszú az élet, hanem hogy milyen széles. És az, hogy ez egy széles vásznú élet legyen, vagyis hogy éljük meg annak a teljességét, és próbáljuk ki magunkat nagyon sok mindenben. Ez a kíváncsiság engem is jellemez, és azt hiszem nyilván a karakteremből fakad, de nálad azt éreztem, hogy nagyon extravagáns vagy, nagyon vad vagy sokszor, mert próbálgasz dolgokat, és közben iszonyatosan érzékeny és törékeny, és hogy az ilyen szélsőséges amplitúdon mozgó embereknél van az rendszerint, hogy valami történt valamikor, ami miatt ez így alakult. Persze mondhatod, hogy lehet, hogy genetika, de amit olvastam rólad például, hogy azt hiszem, Tevezországon az egyetlen, akinek három apukája van, és ezt te mondtad, azért merem így mondani, mert ugye olyan furcsán alakult az élet. Igen. Másrészt pedig, hogy az édesanyád pedig ugye egy mélyen vallásos ember lett, méghozzá nem úgy születtél, hogy az volt, hanem később lett az. Azért az nagyon nagy kurflikat ír le a sorskönyvben. Igen, ez kicsit furcsán hangozhat, ez a három apuka, és később vallásossá lett anyuka, de az a helyzet, hogy az egész családom mélyen vallásos, tehát nekem a nagypapám és a dédnagypapám prédikátorok. Sőt, a dédnagypapám, ő a magyarországi baptizmus, ez egyik megalapító alakja a nagy udvarnoki, tehát hogy veretes, hatalmas bibliák vannak otthon, fönt a polcon, és nagypapának az olajfestménye alatt aludtam. Tehát, hogy én ebben nőttem föl, és Tahitótfaluban nagypapám prédikált, és én, amíg a szószéken volt fönt, én pedig lent rajzolgattam a sorok közt, és csak akkor dugtam föl a fejemet, amikor nevetett mindenki, mert hogy ő egy nagyon pozitív prédikátor volt, amit én próbálok továbbvinni a színpadon, ezt a pozitív prédikációt, és a dalszövegeimben meg az Isten keresése, ez egyébként az angolszász dalszövegekben az Isten keresése, ez volt a diplomamunkám is. Tehát, hogy ez az Isten keresése, az a szélsőségekben is benne van. Tehát én, amit talán láttál belőlem, az a fajta szélsőség, az igazság keresése, és az igazság mindig túl van valami határon. És mindig, amikor rátalálsz, még tovább van. És az igazság és a szabadságnak a köveit kaptam az én saját hátizsákomba, a batyumba, amit cipelek, és ami borzasztóan nehéz is tud lenni, és borzasztóan felszabadító. Az élettől. Nem a családtól? Nem, szerintem nem. Nem. Az igazság és a szabadság nem annyira jellemző a családomra, tőzsgyökeresen. Te vallásos vagy? Vallásos nem, én hívő vagyok. Hívő vagy. Mi a különbség a kettő között? Intézményesítetten vallásban nem vezet részt. Te nem jársz templomban? Nem járok templomba, nem feltétlenül hiszem, hogy az egy helyen van az igazság, és inkább befelé keresek. Ez a harcosság, ez valaminek a kompenzációja is lehet, nem? És nem lehet, hogy ez is egyfajta olyan dolog, ami gyerekkorban történt valami, ami miatt te elkezdtél így viselkedni a világgal szemben, vagy egyébként azokkal szemben, akik körbevettek, nem tudom, vagy volt olyan trauma, amire emlékszel, amikor valahol elfordult ez a dolog benned, hogy azért lettél ilyen? Hát nem feltétlenül születtem a legmegfelelőbb pillanatban, mint ez így mutatja, mert ez a három apuka, ez tulajdonképpen nem azért alakult így ki, mert akkor a buli volt, hogy nem lehetett tudni, hogy ki az apukám, hanem úgy, hogy pont egy válás és egy új kapcsolat kellős közepén születtem, amiről nem, tehát arról az egy hónapról nem lehetett tudni, hogy hova csapódok, mert ugye nem voltak azok az orvosi módszerek, hogy pontosan meg lehetett mondani, hogy mikor fogantam. Igen. Tehát már vége volt egy kapcsolatnak, egy házasságnak vége volt az anyukám életében, és már máshol is laktak, amikor ő egy újabb szerelmet talált. És a kettő között fogantam én meg, valakié voltam. És attól függően, hogy anyukám hogy érezte, hogy kihez tartozhatok, meg utána nyilván, amikor hasonlítottam is a testvéreimre, akkor változott meg az én hovatartozásom. Tehát ott volt egy ilyen nem jókor születtem a nem jó helyre, nyilvánvalóan anyukám nem tudta, hogy ki az én apukám, és még fiatal is volt, és még munkát is egyedül kellett vállalni, a nagymamáméknál laktam nagyon sokáig, akkor kaptam egy pótapukát, ugye Pásztor Gyula. Onnan vagy Pásztor Anna? Onnétől vagyok pásztor. Akkor nyilván egy új apuka, amikor azt mondták, hogy ő az apukád, és hogy a nevét is átvettem, elköltöztünk a jól megszokott, nagyon jó nagypapai Tahiból, ahol a nagyszülőkkel nevelkedtem azért, főleg hétközben, hétvégén, hogy jött vissza anyukám, és akkor rögtön vidékre, egy tanyába, tehát hogy ezek olyan kicsit zaklatottak, hogy ki a családom, kicsit, ki az apám, nem ki kicsit. Nem, meg mit tudom, de hát, hogy volt, azért legalább volt. Tehát nem az, hogy nem volt, legalább volt három. Tehát igazából volt egy házasság, aminek vége lett, jött egy új kapcsolat a mama életében, és az új kapcsolatban utóbb kiderült, hogy végül is nem tőle származol. Jóval utóbb, igen, 16 éves koromban, igen. És az is úgy történt, hogy te magad derítetted ki.
Anyukám lement az igazi apukámhoz, akivel azóta is jó a vérszerinti volt, apukához. A vérszerinti apukámhoz, akivel, mert én úgy nevelkedtem föl, hogy nekem Bereményi Géza az apukám, és hozzá... Na, álljon meg a menet. Ő a harmadik név akkor itt most. Ő volt az első az én életemben, tehát úgy, hogy úgy születtem, hogy Bereményi Géza az apukám. Igen. Tehát, hogy még én Rózner Anna is voltam nagyon sokáig, mert ugye Bereményi Gézának Rózner a... Rózner, ez az eredeti, az eredeti, mint tudjuk, neve. A Bereményi alapját. Igen, igen. És milyen zseniális az a nagyon film. Igen. És igen, hogy én Rózner Annaként születtem, majd utána, mivel lett egy pót apukám, aki pásztor, átvett a nevére. De útközben, ugye a Bereményi Géza után volt egy Cseppentő Attila nevű kapcsolat, aki nem gondolta az anyukám, hogy ez én apukám. De mivel később lement hozzájuk ópusztaszerre, és találkozott vele, és találkozott az én testvéreimmel, akik egy az egybe úgy néznek ki, mint én, akkor felmerült a gyanú, hogy hoppá. Hogy te is egy cseppentő. Én is egy cseppentő. Ivadék vagy. Ivadék vagyok, igen. Vagy csak a cseppentett ivadék, igen. Vagy. És hány tesód van akkor? Van egy pár, ezt Gézukát kéne megkérdeni leginkább, mert ott bukkannak még előtt. Gézuka, Bereményi Gézáról beszélünk? Igen, Gézukáról beszélek. De igen. Jó neked, hogy Gézukának mondhatod. Szerintem a legcsodálatosabb magyar költők és dalszövegírók egyike. És fantasztikus. Én úgy nőttem fel Gézukán, hogy közben kevésbé volt apa, inkább volt inspiráció. Tehát, hogy nagyon közel lehettem az író, dalszerző, inspiráló művészhez. Ahova kamaszkorodba kerültél. Igen, mint nagyon közel voltam az apához. Tehát ő apukaként azért nem funkcionált annyira, jól maradjunk ennyibe, de ezt így nem szoktam. De ezt már megbeszélted vele. De ezt szerintem ezt tudja. Persze. Tehát, hogy inkább ő művész, mint apuka. És mit is mondtam? Hát az, hogy a tesók hányan van. Hány tesó? Ja, most jön az igazság pillanatát, most próbálok úgy fogalmazni, hogy senkinek ne legyen kínos. Nos, van ugye Pásztor Sámuel, aki az én féltestvérem, és vele nőttem föl, vele Anna Barbiz okay. Együtt dolgozunk. Pásztorok együtt zenélnek. Pásztorok, okay. Rock. Igen. Okay. Azok vagyunk mi, örökös testvérés szövetségben. Akkor van Bereményi Gézától, Bereményi Sára, akivel szintén egy pár évig együtt éltem. Ő a Balázs Eszternek a lánya. Okay. Azóta Gézukának lett még egy alom. Betoljuk, hogy Gézukázod, igen. Lett egy alom. Gézunknak amit... lett egy alom, ott is van két gyönyörűséges gyerek, aki már felnőtt, most már 17-19 évesek, és arról nem nyilatkozhatok, de Gézának lehet, hogy még vannak olyanok, akik még így bepottyantak, úgyhogy idősebbek voltak, mint én. Ez feltételezés, oké. Okay. Nem, van, csak azt majd van. Ő elmondja. Jó. És ezen kívül pedig van még három test, nem ópuszta szeren. Ez legalább 8. Igen. Azokon kívül, akiket nem soroltál. Na, a család, igen. Aha. Hát azért mondjuk ki őszintén, hát ez egy káosz. Az ős káosz szerintem, hogyha keresünk egy pillanatot, amikor én Gellert kaptam, és ezt is mondta anyukám, amikor én Gellert kaptam, az volt, hogy nekem volt egy folyamatos hitem, egy hitrendszerem, és egy őszinte és működő nyílt kapcsolatom, hívjuk Istennek. Oké. Okay. Hát én tudtam hozzá beszélni, és válaszolt. Mind a mai napig, de akkor főleg. De ez egy természetes folyamat volt nekem. Nagypapámtól átvettem, teológus volt körülöttem mindenki, bibliák, stb. Tudtam, hogy van Isten, és én tudtam hozzá beszélni. Anyukám még megtértek, ezután a nagy rájövés után, amikor rájöttek, hogy Jézusom, akkor én másnak vagyok a porontja, mint ők azt gondolták, és akkor pont akkor anyukám megtalálta magát egy vallási gyülekezetben, nem hívnám szektának, de akkor még egy picit szekta jellege volt, akik egy picikét, mint a tinédzserek, ilyen új keresztény hit gyülekezet volt, és akkor nem az a hit gyülekezet, egy másik, és akkor egy nagyon nagy svunggal mentek neki a hitnek, meg mindennek, meg mindenki megmutatásának. És ebbe belerecsentem, én akkor lettem tinédzser, tehát 15 éves voltam, és akkor engem elkezdett érdekelni a zene, a tánc, a művészet, az olvasás, amit tudom, mint minden más tinédzser gyereket, meg a szerelem. És én konfrontálódtam az akkor szintén tinédzser lelkületű, csak hívő szüleimmel, és akkor őnekik is volt egy igazuk, és nekem is, és konfrontáció rá, de ennek az egésznek a közepébe jött az, hogy ki is az én apám, és ők egy meggyónás szinten próbálták purgálni a lelküket azzal, hogy kitisztítják a múltukat, és ebbnek a része volt az, hogy jó, nem ez az apád, hanem ez az apád, és mi a kulpa, mert tudom, hogy nem tudom, hogy ki volt az apád. Tehát ők ezzel burgálódtak egy kicsit, én meg összekeveredtem a francba, ráadásul még nem volt az elég az, hogy két apád van, mit szólsz hozzá, nem tudom, több ajándék karácsonykor, nem tudtam mit kezdeni vele, most mit csinálják, oda megyek, hogy apa, te vagy az. Tehát, hogy ehhez már tinédzser voltam, hogy hagyjatok engem békén, mit a hány apám van, csak hagyj menjek el, és táncoljak, mint a jazzbalettet, vagy alapítsak zenekart. És akkor jött az, hogy az ő hitrendszerük szerint
bizonyos dolgok, amitben én nagyon hittem, és legyenek ezek a művészetek, és nagyon izgattak, mert az életet én mindig a művészeteken keresztül hajtottam, és kerestem, és ismertem meg, hogy ez gonosz, gonosz, gonosz. A tánc az gonosz, a zene az gonosz, a Cure kazettáimat. Mondták ott van neked a... Elvették a Cure kazettáimat, amit nagy nehezen a Bartok Rádióból letöltöttünk. Fölvettünk éjszaka. Tehát ez olyan nincs. 3 hónapig azon működtünk, hogy nem aludtunk éjszaka, a Cure kazetták. Nem mertem jazzbalettra, és eltiltottak a szerelmemtől. Tudod, Macy Gray mond, zseniális énekesnő, mondta, hogy hát, hogy szépen fordítsam le ezt mond az egészet, szépen. Mond szépen, hogy jó, szívás, mondjuk az, hogy elég nagy szívás embernek és emberen belül nőnek lenni, mert lelki túlságban veszel részt, de ha ember vagy és nő vagy, és zeneszerző vagy, akkor legalább írsz egy albumot belőle. És nekem lett egy, hát ez a 8. albumomat írok. Tehát, hogy azért biztos, hogy egy Dosztojevszkinek is kell egy táptalaj. Tehát, hogy nyomor, hogyha nincs jelen az életedben, akkor egy csíkú. Jó, erre mondtam ez egyszer. Ez egy kegyelmi állapot. Erre mondtam egyszer azt valakinek, hogy az ilyen típusú emberek, mint mi, akik az önkifejezésnek megtalálták egy formáját, egy csatornáját, egy műfaját, mi a zenébe vagyunk szerelmesek. Én azt gondolom, nekünk az egy olyan típusú folyamatos terápia, amiben mindent ki tudunk élni, és ez óriási nagy szerencse, de azért nem mindenki részesül ebben a kegyelemben. Mi bizonyos értelemben kicsit zombik is vagyunk, tehát tulajdonképpen tudjuk azt, hogyha valami borzasztó dolog történik az életünkben, akkor tudjuk már, mert már vagyunk olyan idősek és tapasztaltak, hogy ebből bizony dalok lesznek. Az a típusú megküzdés, amit te hozol magaddal, a problémával való megbirkózás, az ugye egy olyan traumarendszer, nem akarom ezt így beléd, de rossz volt neked, de hát egy olyan drámai körülményrendszernek a feldolgozásaként született meg, amiből ez szerintem érthető. Azt hadd kérdezzem meg. Ja, ezt akartam mondani, hogy egyetlen luxus, amit követelek magamnak, az a szabadság. Ez az egyetlen luxus. Tehát, hogyha nekem nincs pénzem, vagy nincs körtem rajongás, vagy nincs, tehát, hogy én tudok ilyen nyomorba is lenni. Tehát nagyon jó el tudok lenni bármilyen körülmény között. Tehát, hogy a szenvedést is jól viselem, de hogyha nincs szabadság, az abban megőrül. Na, de hát egy anyának annak azért nagyon korlátosak a szabadság köré. Az más. Nem? Az a másfajta. Az más. Tehát a gyerekekben nincs igazságtalanság. Tehát a körülötted levő gyerekek létében nincs igazságtalanság. Az, hogy nem tudsz aludni, mert sír, az nem igazságtalan. Az, hogy éhes, az, hogy követelőzik, az, hogy hisztizik, az, hogy de ami nehézség lehet, az, hogy főzni kell neki, uzsonnát csinálni, stb. Az, hogy tényleg megőrülsz, mert már megint veszekednek, ez nem igazságtalan. Ez macera. Ez macera. De az ős igazságtalanság, tudod, amikor egy hitrendszerrel mész szembe a szüleiddel, amikor azt mondják, hogy a hazudni az a hit része. Nem. Amikor mit tudom, a szomszéd megveri a feleségét, mert úgy képzeli, hogy neki ez kijár. Nem, akkor én beleállok, és engem ver. Tehát, hogy ez a fajta ős igazságtalanságok ellen megyek, és a szabadság elvesztése ellen, mert szerintem az életnek semmi értelme nincs, ha nem vagy szabad. És a szabadság az egyenlő a játékhoz való jog, és a játék az egyenlő a mások nem bántásával az élet megélése a maximumon. Én ezzel mind tökéletesen egyetértek, és azzal is, amit egyszer Lár mondott nekem, hogy az a boldog élet, amelyik beteljesíti a küldetését. Mm. Neked ezek szerint ez a szabadságkeresés és ennek a megvédése a küldetésed? Képzeld, megtaláltam egy nagyon régi dalszöveges könyvemet, amiben még versek is vannak, mert versel kezdtem legelőször, és ott van egy Depeche Mode idézet a tetején. Hogy is volt, hogy to put it in words, to write it down, that is walking on hollowed ground, this is my duty, I'm a missionary. Tehát, hogy szavakba írni, leírni, szavakba önteni, leírni, ez a kötelességem, mert misszionáris vagyok. Tehát van küldetésed. Van küldetésem, és még írtam egy általános iskolában még egy verset, és akkor az van, hogy kitörni a tömegből, jó barátok kínja nyom, világot megváltani feladatoknak, tudom, valami ilyesmi volt. Tehát van egy ilyen igazság, szabadság, világ megváltás, és igen, ennek a misszionárius.
nekem például, akinek nagyon sokáig megadatott egyrészt egy bődületes mennyiségi és minőségű családi szeretet, gyerekszínész voltam, menősködni lehetett a suliba, nekem úgy megszokásomá vált az, hogy én vagyok a középpontban, és mindenki szeret engem, meg mindenki figyel rám, és így tovább, és így tovább. És hosszú ideig aztán később a dalszövegírással, meg a, mit tudom én, a különböző zenekari sikerekkel kialakult mondjuk ugye a 30-as éveimre egy olyan világnézet, ha úgy tetszik, egy olyan séma, hogy hát mindig nekem kell középpontban lenni, mindenki, mindenki fölött vagyok egy picit talán, bár ezt sose gondoltam igazán, de azért néha azt hiszem zsigerből így viselkedtem. És aztán volt egy pillanat, ahol szembe kellett néznem azzal, hogy ez nem csak, hogy nem elegáns, hanem hogy nagyon, nagyon káros, kóros az én viselkedésem magamra nézve is, nem csak a nagy képűség vélt vagy valós megléte miatt, hanem hogy eltévedek. Azt hiszem, hogy mindenható vagyok a saját köreimben, és így tovább, és így tovább. És erre nem csak a szaporodó kritikák figyelmeztettek, hanem a magánéletemben is volt, hogy egyszer valaki azt mondta, hogy szerintem te nem figyelsz igazán másokra, nem csak magadra. Én úgy érzem, hogy ez egy sémám volt korábbról, ez a fajta egocentrikus jelenlét, ami egyébként nekünk szükséges, mert különben nem tudnánk dalt írni, művészeti tevékenységet folytatni, de közben nekem egy idő után elég nagy, hogy mondjam neked, feladatot jelentett, és a mai napig is így van, hogy az egómat, azt berakjam megfelelő kis dobozokba akkor, amikor szeretni kell, amikor figyelni kell másokra. Te hogy vagy ezzel? Érdekes, két dolog jutott eszembe, amíg beszéltél. Az egyik, hogy miért is nem szerencsétlen az én életem, tehát hogy miért nem lehet szerencsétlennek felfogni. Azért, mert lehet, hogy az a pici otthont annó elveszítettem, de a világot kaptam meg cserébe az otthonomnak. Tehát az, hogy mennem kellett valahonnét, és nem maradhattam nyugiba ott nyugdíjas koromig. Hát ez a pozitív gondolkodás lényeg. Én maradtam, hogy mit nyertem azzal, amit én. Igen, tehát hogy onnét Gellert kaptam, és menni kellett, és megkaptam a világot otthonomként. És amikor ezt teljesítettem, akkor nagyon, nagyon szépen lehet, hogy most megkapom végre az otthont a gyerekeimmel. Magyar, vissza. Megcsináltam a küldetésem, a missziómat, kirúgtak innét, és mentem egy óriás kört, egy hatalmas otthont kaptam, és annak az élményét hazaviszem. Arra jöttem rá, hogy a közönség kiszolgálása és a közönségtől kapott szeretet, az meg abból gyökerezik, hogy valahol hiány volt. És ez adatott nekem, hogy ezt én akarjam, erre én éhezzek. És ez hogyha elfogyott volna, mert megkapom a szeretet, tehát akkor fenem megy ki, hogy megint 10 embernek, meg 5 embernek, meg 2000-nek, meg 20 000-nek megfeleljek, mert én nekem mind a mai napig kell, hogy ott szeressenek, kell, hogy viszont lássam a szeretetet, a rajongást, a megértést, a sajnálat, a mindent. Tudod, én onnét tudom, és ez egy óriás hajtóerő, hogy nekem valahova ki kell menni, hogy ott ezt bezsebeljem, mert különben meghalok. Mondok egy nagyon érdekes példát, ami nem emberhez kötődik. Például két baba előtt, a Bencsike és a Zoika előtt volt egy kisgyerek, akit elvesztettünk, kisbaba, akit elvesztettünk, és mélységesen fájt. Tehát, hogy sejtszinten szétdurrant minden idegre. Azt hittem megőrülök, vagy agyvérzést kapok. Annyira fájdalmas volt, nagyon sokáig. És amikor elérkeztem oda, hogy megértettem, hogy miért kellett, hogy az életemben ez megtörténjen, és bennem egy pszichés folyamatnak olyan vehemenciával kellett, hogy végbe menjen a változások egymás utánja, hogy én kész legyek az anya szerepre, és vágyjam, és remegjem, és minden idegszálammal befogadóvá váljak egy kisgyerekre, hogy annak a kis léleknek, annak igenis távoznia kellett úgyis abban a formában, és nekem azon a gyász folyamaton, és azon a közel megőrülésen át kellett menni, hogy én egy új nő legyek, aki be tudja fogadni. És aki most még többet, vagy még jobbat tud adni a mostani gyermekeinek, akik megszülettek végül? Igen, mert már egy olyan helyzetbe született bele a kisfiam, amikor készen voltam. Amikor készen álltam, és ahhoz kellett egy gigametamorfózis, ami egy óriás segberúgás volt az élettől, mert egyszerűen a A-ból a B-be úgy jutottam el fél évig, hogy egy ilyen teljesen kelek, hogyha terhes vagyok, Jézusom, mi lesz most, akkor mit kell, vegyek nagy ruhát, vagy mit. Tehát ebből elérkeztem, meg nyilván a kétségek, tehát az, hogy akkor most mi van, elveszítettem, akkor nem fog több zenni, akkor mi lesz, akkor most Jézus, akkor most egy szűkülnek az utak. Tehát a félelem és az kelekótyaság az azt mondja, jó, nem vagy kész. Elveszi. Nem tudtam addig, hogy mit veszítettem el. Megtanultam, mit veszítettem el. Átmentem egy ilyen dolgon. A fájdalom, meg az elvesztés, meg a halálnak a közelség egyszerűen egy óriás trauma, és abból kiemelkedett egy gyönyörű virág, ami egy anya, ami készen állt befogadni azt, és vágyta már, amit akart, és úgy szülte meg, és úgy hordta ki a kis Benzsikét, hogy minden lépésével arra, hogy el ne menjen. Tehát, hogy ez kellett.
És ez minden ilyen, tehát minden olyan kapcsolat, ami nem sivárosodik el, vagy nem lesz sivár, és nem lesz egy ilyen langymeleg valami, és akkor életünk végig jut benne vagyunk, hanem egy fájdalommal mondjuk véget ér, az valami újnak a táptalaja. Tehát az a fájdalom. Ha úgy tekintünk rá. Igen, hogyha meg tudjuk érteni az életnek a tanításait. Ha nem tudjuk megérteni, akkor addig verik a fejünket, amíg meg nem értjük, vagy meg nem hallunk. Azért gondolkodtatott el nagyon, amit meséltél erről, a baba elvesztésről és az új gyerekek érkezéséről, mert ugye tényleg én nagyon-nagyon jókor és szerencsésen érkeztem meg az én családomban, mint kisgyerek. És az apám az mindenek felett akarta, hogy én megszülessek, azért, mert ő már elvesztette egyszer egy egyéves kisbabát az előző házasságában. Ezért, amikor kiderült, hogy az édesanyám terhes, akkor például nagyon aggódott, hogy vajon az anyám meg akarja tartani ezt a gyermeket, aki aztán én lettem. És amikor megszülettem, akkor nyilvánvalóan az apai részről egy, hogy mondjam neked, az átlagosnak a százszorosa volt szeretetben, akarásban, odafigyelésben, mint ami valószínűleg egy átlagosabb esetben van, hiszen előtte már a veszteség miatt, amit át kellett, hogy éljen, nyilván tragikus volt, erre ő nagyon rá volt tekeredve, és nagyon-nagyon fontos volt neki érzelmileg. Én azt gondolom, hogy az, hogy ők közösen az édesanyámmal egyébként ennyire tudtak szeretni utána az életben engem, ezt tett többek között ilyen sikeressé, már amennyiben én annyira nagyon sikeres lennék. És az a nagyon szomorú egyébként, hogy amennyire ez a közös akarás az én esetemben a nagy szeretetet hozta, például a nővérem, aki egy előző házasságából született az édesanyámnak, ő viszont pont én miattam nem kapta meg azt hiszem azt a kellő figyelmet, kellő szeretetet és egyebeket. Ő mostoha lánya lett az én édesapámnak nyilván, aki nevére vette, mint ahogy igen. Téged igen, igen. Nevére vett pásztor úr, ugye? És hogy amilyen magasra ívelt, vagy amilyen szerencsés csillagzat alatt játszódott aztán a később életem, a nővérem, akit egyébként nagyon szerettem, az ő élete viszont egy zuhanó repülés lett. Tehát, hogy ezért nagyon nehéz megítélni azt vajon, hogy valóban mi a jó, mi a rossz, kinek mi a jó, és kinek mi a rossz, és hogy a te gyermekeid, akik most hány évesek? Benjike, ő most lesz 9 éves, és Zoika pedig januárban lesz 7. A te gyermekeid azok milyen mintát kapnak tőled ilyen értelemben? Mire fogod őket nevelni? Harcosságra? A szabadság iránti elkötelezettségre? Miközben van egy anyukájuk, aki így rohangál, akkor is, amikor nincs otthon, mert nyilván otthon más vagy teljesen, azt feltételezem. Mi az, amit ők nem fognak megkapni abból, amit te kaptál, és ez így van jól? És mit fogsz adni helyette nekik? Valami kevés közöm lesz ahhoz, hogy ők mit kapnak tőlem, szerintem attól tartok. És ez jó is egyrészt. Mert szerintem a gyerekek azok le fognak szűrni valami eszenciát az én jelenlétemből, amit ők vagy megfogadnak, vagy nem. És még az se biztos, hogy ők választhatnak abból, hogy anya tulajdonságai közül, vagy viselkedési módjaiból ők mit visznek tovább. Tehát valami, ami beléjük ivódik az én létemből, remélhetőleg jó példa, de biztos sok rossz is, az ilyen imprintbe belemegy a gyerekekbe is. Minél őszintébbet, minél szabadabbat, minél igazabbat próbálok élni körülöttük, táncolok, és ez a tánc, ez vagy beléjük ivódik, imprintbe, nyomokba, egy morzékódba valami, ami majd egyszer csak előbukkan, és meglátom a hibáimat majd, és meglátom a jó dolgokat majd. Az, hogy én mit tanítok nekik, az úgy lepeleg róluk, mint az eső. Volt olyan, hogy rájött, hogy valami séma szerint cselekszel, és az már nem frankó, és ez gátolt téged valamiben. Hú, most eszembe jutott, egy nagyon sok volt egyébként, és most nagyon sokat dolgozok ezen az összes sémák, összes olyan nem működő séma elengedésén, ami az én életembe jött létre, és még a fölmenőim életébe is, vagy akár előző életeimben, egy kicsit így kapirgálszunk, ha egyáltalán van olyan. De egy nagyon érdekes volt, és ez eléggé jól vizualizálható is, mert lett egy
született rólunk egy film. Ez egy dokumentumfilm, koncertfilm. Koncertfilm, ami dokumentumfilmbe ment át, ez nagyon izgalmas, rengeteg díjat is nyert. Nem akartuk mi ezt forgatni, rólunk forgatták. Ez az Álmatlan című film, ez egy zseniális alkotás lett. Ez, amikor először megnéztük, mind a ketten sírtunk az öcsémmel, pedig mi voltunk benne. És abban én egy nagyon picit, nem egy nagyon kis, egy ilyen áldozatként néztem saját magamat a moziban, mert mozikban ment. Úgy tüntetett föl a film téged, mint hogy te áldozat lettél volna? Tehát, hogy Szent Johanna, aki éppen ott haldoklik az egész. És akkor így elérkeztem odáig, hogy ez gyönyörű, én is megsirattam saját magamat, és akkor hova tovább? Póló lesz belőlem? És eladnak nagyon sokat, mert innen a következő lépcsőfok, hogy valami, vagy meghalok valami betegségbe, vagy túltolom, vagy izé, mert a Szent Johannából mi lesz? Mert hogyha utána szépen megöregszik, meg mit tudom én, megtanulnék dobolni, vagy mit tudom én, egy kereskedést nyit, akkor már nem, Szent Johanna nem érdekes. És módszeresen elkezdtem képzelni, de mondtam, jó, ez a lépcső idáig vezetett, nincs tovább, mint itt halálugrás van, semmi kedvem nincs meghalni és pólónak lenni, és utána elfelejtődni, hanem akkor ezt lerombolom, ezt a bálványt. Magadban? Aha. Nem csak magamban, hanem szépen magamban eldöntöttem, hogy ez a szent, mindenkinek alámenő, áldozat típusú valami, visszük és izé, és csúnyára festjük magunkat, és megyünk, és harcolunk, és be, ezt eltiporjuk, és egy óriási nagy váltással, hát azt találtam ki, mert azóta legkönnyebb, hogy ebből a csúnya, furcsa, alárendelt nőből, aki mindenek, akinek a terhét és a világ terhét is cipeli, és egy ilyen áldozat, abból egyszer csak átsétáltam a másik irányba, és így fullos ribanc lettem. Fullos ribanc, mivel hogy megfelelő helyen voltam, én egy rock'n'roll zenekarnak voltam az élen, és mondtam, jó, akkor fölveszem a combcsizmát, ami piros, akkor harisnyát veszek hozzá, és a Tesco-ból veszek egy nagyon olcsó piros kombinét, és ebbe fogok föllépni. És piros rúzs, és nem csúnya, és szélsőség, és az a nőiességnek egy teljesen más attribútumát élem meg, ami a... És akkor fölmentem, és azt mondtam, hogy most már inni fogok, most már káromkodni fogok, szexről fogok beszélni, és kipróbálok dolgokat. És ez a szöges ellentéte volt a Szent Johannának. Ez igaz, bár nekem elsőre ez inkább úgy tűnik, hogy egy új szerepet kerestél magadnak, mert azt meguntad, vagy azt mondtad, hogy az már nem igaz? Nincs tovább, nem volt tovább. Nem volt tovább. Az nem volt tovább, és úgy tudtam lerombolni azt, hogy jön egy ilyen, egy ribancoid, ami nem tartott sokáig, mert utána nagyon gyorsan meg akartak ölni. Tehát ez egy erős jel volt arra, hogy... Miért akartak megölni? Hát az a helyzet, hogy amikor egy ilyen maszat van a színpadon, ami üvöltözik és leönti magát bármivel, és rettenetes, attól inkább félnek, azt nem akarják elvenni feleségül. Okay. De amikor egy fullos ribanc ugrál miniszoknyába, azt mindenki megkívánja. Azt megkívánják, és az őrültek is megkívánják, és bevonzottam én is az őrülteket, és jött egy, aki azt mondta, hogy Mennyországba akar engem vinni egy készúrással, és atya világ. És akkor az egy elég erőteljes jel volt, hogy ez a két év, ami egy ribanckodásra eltett, annak vége kell, hogy legyen, mert nem ez misszió. Kombiné, megy a ládába. Vegyél föl valamit annak, mert meg akarnak ölni. Ez egy periódus volt, elpusztítottam azt a gólemet, amit fölépítettem, azt a Szent Johannát. Az meghalt, a ribancnak vége kellett, hogy és legyen. Akkor ahelyett mi jött utána a harmadikként? Jött egy nagyon letisztult én, képzeld el, elengedtem úgy a durva sminkeket és a magas sarkút, fölvettem egy tornacipőt. Tornacipő póló. Na de ide figyelj, ehhez képest pár hete, amikor együtt ültünk, akkor azt néztem, hogy rakosgattál föl magadra mindenféle ékszereket, és egy idő után úgy néztél ki, mint egy Zavarovszki hirdetés, az elképesztő. Igen, mert most a királynőjénemet élem, amikor elfogadom magam, tisztelem magam, nő vagyok, anya vagyok, vezető vagyok, és az újabbunk az a címe, hogy agykirály katonát, és én egy brutális, bársony, barokk, nagy ruhába megyek a zenekar élén, egy hatalmas, nagy középkori karddal. Az igazság jegyében. Akkor ez már nem alárendelt, hanem ez egy méltó szerep, ez egy amazon. Megyünk, küzdünk, és imádom. És Swarovski kövek kellenek az arcomra, nem pedig művér. Ha! Te, a gyerekeid itt fognak szólni, majd kamaszkorba visszanézik, az anyjuk miket művelt. Látják már, látják. És ők azok, akik ezektől egyáltalán nem. Tehát ők nem átlátnak ezen az én maszkon. Mondják, hogy most még azt látják, jó. Hogy olyan, mintha mindig egy jelmezbába jönne, vagy oda megy, nem? Mindig megmondják, hogy jó vagy nem. Igen? És általában értik a groteszket is, abszolút, mondják, hogy jó. Ha valamit elrontok, azt is mondják, hogy ez nem jó, és azt is mondják, hogy jól nézek ki, tehát hogyha szépre tudom sminkelni magam, vagy szépnek öltözök. Tehát hihetetlen érzékük van a gyerekeknek. És amikor azt mondják, hogy nem jó, az nem azért nem jó, mert félnek tőle. Tehát, hogyha mit a Marilyn Mansonnak öltözök, az nem azért nem jó, mert félelmetes, hanem attól inkább azért, mert én rosszul csináltam meg. Mert rosszul csináltad meg? Mert rosszul csináltam meg a sminket, igen. És akkor ha félelmetes, akkor legyen félelmetes.
Ebben azért benne van az, hogy ha nem is olyan értelemben, mint amiről a pszichológussal beszélünk, hogy a sémáinktól hogy érdemes megszabadulni, de azért mégiscsak van tényleg ebben az egészben egy őrületes én és önkeresés tulajdonképpen, ami újra és újra megújítja magát. Elhangzott egy másik beszélgetésben az, hogy folyamatosan érdemes magunkat kvázi update-elni, mintha újra és újra ki kéne kicsit találni magunkat. De ez nekem inkább a megújulásról szól, ez talán inkább egy művészeti típusú útkeresésről szól, amiben újra fogalmazod magadat, mert te is megunod magadat egy idő után. Én biztos, hogy saját magamat néha rettenetesen megunom, és akkor keresek új dolgokat, amikbe belevágok. Nem sikerült belőled feltétlenül kirángatnom minden lelki értelemben, azt hiszem, de ettől függetlenül azért sokat megtudtam, és ennek most nagyon örülök. Pedig mindent elmondtam. Tényleg, őszintén. Anna, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Köszönöm szépen. A Geszti Plus podcastban most Vágyi Petra klinikai szakpszichológus van velünk. Aki jó ideje sématerápiával foglalkozik, Vágyi Petrát azért is hívtuk meg, mert témánk címével azonos címmel írt könyvet, Sémáink fogságában. Olyan emberekhez szólunk most, akik valószínűleg nem értik, hogy miért esnek bele újra és újra ugyanazokba a hibákba, és hogyan tudnának megszabadulni saját téves hiedelmeik és mintáik úgynevezett életcsapdájából. Na ez jó fenyegető hangzik, ez az életcsapda. Ez abszolút. Ez mit jelent pontosan? Hát pontosan azt, hogy vannak ezek az úgynevezett sémák, amik, hogyha kialakulnak, akkor ezeknek a mentén fogunk gondolkodni és értelmezni a világot, a történéseket, a másik embereket, a kapcsolatainkat, és hogy mivel ezek ilyen zártak ezek a sémák, tehát hogy meghatározza, hogy mit fogunk gondolni, hogy fogjuk gondolni, mit fogunk érezni, hogy fogunk értelmezni egy adott helyzetet, ebből kifolyólag, mint hogyha ezekben a klisékben ezek lesznek gyakorlatilag a sémák, tehát ezekben a klisékben fogunk gondolkozni. És ezek órá lesznek rajtunk, és abszolút. Ha rosszak ezek a klisék, akkor leakadunk. Igen, illetve nem érzékeljük a valóságot annak, ami. Mert hogy annak csak kiragadjuk azt a részét, ami így a sémáinknak megfelelő. Tehát, hogy ez olyan, mint hogyha az ember tehát hogyha várok valamit, hogy valami úgy fog történni, akkor a valóságnak és a történésnek azokat az apró részleteit fogom észrevenni leginkább, ami egybecseng az én elvárásaimmal. A többit azt leértékelem, véletlennek tulajdonítom, ám, de azokat, amik így a sémáknak megfelelnek, azokat, aha, na akkor itt megint ugyanaz történik, és hogy emiatt így, tehát akinek séma van, az úgy megszűri az információkat, torzítja a valóságot. Mondjuk egy konkrét ilyen sémát, nekem ez nem szokott sikerülni, vagy mondjuk azt mondom, hogy nekem úgyse fog ez menni, vagy nincs olyan szerencsém általában az életben, hogy, és ezért nem csinálok aztán dolgokat? Igen, ez a kudarcra ítéltség séma. Tehát azért a sémákról az egy fontos dolog, hogy mindig azért alakul ki, mert valamilyen úgynevezett alapszükséglet sérül. Gyerekkorban. Itt a gyerekkorban. Így ez a Sándor nem hitte itt az előbeszélgetésen, hogy valahogy minden a gyerekkorunkhoz minden kapcsolódik. Minden a gyerekkorban, kora gyerekkorban. A sémák kora gyerekkorban legfőképpen, de serdülőkorig alakulhatnak a sémák. Mondjuk azért, mert valaki nem ölelt meg minket a megfelelő pillanatban, vagy nem figyelt ránk, vagy gúnyosan beszólt nekünk, akár a saját szüleink valahogy szemét módon kritizáltak minket? Például igen. Tehát, hogy ez az öt alapvető szükséglet, ez nagyon fontos, az egyik egy ilyen kapcsolati vagy szeretett szükséglet. Itt vannak azok, amit hogy nem úgy, nem éreztem fontosnak magam, nem törődött velem. Felvegyék a babát, amikor sír. Így van, vagy kevés volt a testi kontakt, esetleg az érzelmi kapcsolódás a másikhoz, az, hogy így elfogadjam őt, hogy úgy szeressem őt, ahogyan van. Tehát, hogy ez a szeretett szükséglet, vagy ez a kapcsolati szükséglet. Második. Így van. A második, az az autonómia, vagy teljesítő képességnek a szükséglete. Tehát az, hogy egy idő után, ahogyan kialakul a személyiség, vagy kifejlődik a személyiség, akkor egyre jobban rájövünk, hogy milyen képességeink vannak, tehetségeink vannak, és ez fogja meghatározni az identitásomat, hiszen itt fogom megtapasztalni kicsiként még, hogy milyen vagyok én, és mire vagyok képes. Akkor, hogyha ebben a szülő nem megfelelően kapcsolódik, akkor egy ilyen például a kudarcra ítéltség séma, amit itt az először mondtál, így van, abszolút. Tehát az, hogy ez nekem nem fog sikerülni, vagy hogy meg se próbálja akkor már, ez már egy megküzdési mód ezzel a sémával például, vagy pedig olyat fog választani, ami ilyen a képességei alatt van. És akkor például párkapcsolatban, ha engem úgy sem fognak sose szeretni,
szeretni, akkor olyat fog választani, aki úgymond... Aki tényleg nem fogja szeretni őt. Aki tényleg nem fogja szeretni, vagy hogy nem választ olyat, akit ő igazán szeret, hanem olyat mert fog választani. Mert fél tőle, hogy az nem fogja fél tőle, hogy ott az biztos, hogy nem sikerülne, ezért olyat fog választani, aki nem fáj annyira, ha nem szeret, jaj, de így nem próbálja meg. Jaj, de borzasztó hangzik, ez igen, ez abszolút szomorú, igen. Hármas számú séma. Hármas számú séma, az a, vagyis hát nem séma, hanem ezek séma tartományok, szükséglet. Az érzelmek és a szükségletek kommunikációnak a szabadsága, tehát hogy kifejezhessem, hogy milyen, mi van bennem. Ugye itt az a szülőknél az szokott lenni nehézség, hogy nem akarják hallani, hogyha a gyerekük elégedetlen velük, dühös rájuk például. Igen, és akkor rögtön kap egy valamilyen minősítést, vagy egy bűntudatkeltést, vagy hogy ezek az érzések, hogy bizonyos érzések a rosszaságnak lesznek a szinonimái, vagy igen, a rossz gyerekség, vagy valamilyen negatív fennhangot kap ez az egész, és akkor itt kialakulhatnak sémák, ha sérül ez a szükséglet, hogy úgy az érzelmeit szabadon kifejezhesse, akkor ugye ott egy ilyen kóros másokra utaltság lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor mindig arra fogok figyelni, hogy mások mit várnak el tőlem, hiszen akkor vagyok szerethető, akkor lehetek egy kapcsolatban közel egy másikhoz, akkor kapok elfogadást. És akkor állandóan azt gondolom, hogy teljesítményt kell nyújtanom, hogy figyeljenek rám, vagy... Az az elismerés hajszolás séma, ugyanezben a sématartományban, tehát hogy így mindegyik szükséglethez tartozik egy sématartomány, és azon belül vannak sémák, ugye elég sok séma van, 18. És igen, és ezért így lehet egy picit talán könnyebben érteni, hogyha először abban a szükségleteket értjük meg az, hogyha ez sebződik, akkor mi az a sématartomány, amiben kvázi gondolkodnom kell, hogy akkor nekem ott valami esetleg sémás érintettségem van. Hadd kérdezzek valamit. A Sándornak azt mondtam a bevezetőben, hogy szerintem vannak pozitív sémák is az ember életében, amik aztán bizonyos gyakorlati szempontok szerint rutinnak is nevezhetők, amelyek azért előre visznek minket. Igen. Mi most nem ezekről beszélünk, hanem kifejezetten azokról a sémákról, igen, azt hiszem ezt hívjátok ti maladaptívnak, ugye? Igen. Vagyis, hogy rossz indulatú, vagy negatív tartományú vagy hatású sémákról beszélünk, amik miatt eltévedünk magunkat illetően, ugye? Igen, azért a maladaptív az ugye azt jelenti, hogy az adaptív az az lenne, hogy ez egy ilyen egy életet előre vívő, és akkor ez ilyen kibontakoztatja a személyiséget. Hogy jól alkalmazkodik valamihez, igen. És a maladaptív ellenkezője. A maladaptív az pedig ennek az ellenkezője, így van. Tehát ezek valóban vannak pozitív sémák is, de ez az elmélet, amit én itt ebben a könyvben bemutattam, az Jeffrey Youngnak a korai maladaptív sémákról szóló elmélete, és ez konkrétan azokra a sémákra koncentrál, amik így torzítanak és rossz irányba viszik el az alkalmazkodást, az önmagammal való kapcsolódást, a másokkal való kapcsolódást, és ezért így a boldogulást a mindennapokban, emberi kapcsolatainkban, közösségeinkben is. Most eljutottunk a harmadik, negyedik ilyen sémához, de a 18-at nem mondjuk végig, mert kardjába dől mindenki, aki... Szükségletről beszélgettünk. Így van, most. Akkor így gyorsan van. Azt még nézzük meg. Most jó, a negyedik az a spontaneitás játék szükséglet. Hú, ebben nekem nagyon nagy igényeim vannak az egész életemet. Eddig úgy próbáltam élni, hogy megmaradjon benne a játékosság, megmaradjon benne valami fajta egyrészt kíváncsiság az élettel kapcsolatban, másrészt az, Sándor is ezt mondta bevezetőben, hogy ne menjünk mindig ugyanazon az utcán végig, hogy ne ugyanazokat ismételgessük, mert az ilyen sémák unalmasak és nagyon monotonak is tudnak lenni, és a játékosságban még valamit szoktam megtalálni az örömön kívül, az önkifejezést, és ezért az én életemben például meghatározó fontosságú. De visszatérve erre amit mondasz, hogy nevezted ezt a szükségletet, bocsánat? Spontaneitás játék. De teljesen jó, amit mondasz, hiszen ettől függ például a kreativitás, a játékosságunk, illetve az örömök. Tehát, hogy akinek ez a szükséglet sérült, ott ők nem tudnak úgy pihenni, nem tudják úgy élvezni az életet, nem tudják úgy felszabadultan élvezni a kapcsolataikat, akár szexuális problémáik is lehetnek, hiszen az is egy örömteli, játékos tevékenység. Tehát magyarul mi sérülhet egy gyerekkorban, meg egy babánál, aki ebből aztán felnőtt lett, hogy például ez a szükséglet halmaz itt így alakul ki, és erre valami torz reakció jön.
hogy amikor ő mondjuk valamilyen játékos dolgot csinálna, akkor azt tiltják, hogy az most az egy rosszaság megint. Uh-huh. Például pár hete, mikor sétáltam, akkor egy apuka az 5 éves kislányára rászólt, hogy ne rugdosd, miért kell ezt a diót rugdosni? És hogy szegény kislány úgy megijedt, és úgy sajnáltam őt, hiszen ő csak úgy éppen adódott ott egy dió, amivel szeretett volna focizni, és hogy ez így milyen klasszul. Tehát ez pont ez a spontaneitás és játék. Adódik valami, amivel úgy tudok kapcsolódni, és úgy egy kis örömöt hoz valami próbálgatást így a pillanatba, és hogy rögtön le lett érte szídva, hogy ezt most miért kellett. És így, jaj, úgy ott voltam a határon, hogy most én most szóljak, vagy ne szóljak, de aztán ilyenkor inkább nem szólok. Nem, de csak balhé lesz belőle. Igen. Abszolút. Aztán lehet, hogy még azt is, hogy a gyerekre terheli később a frusztrációját esetleg valaki. Igen. És az ötödik? Az ötödik pedig a keretek és a határoknak a szükséglete. Tehát azért egy idő után, ez már ugye a későbbi gyermekkor, tehát ez már az iskoláskor, serdülőkor felé, ahol meg kell tanulni azt, hogy úgy tudok a társadalomba belépni, hogyha másokra is figyelek, vannak szabályok, írott és íratlan szabályok, kimondatlan szabályok. Ez a társas együttélésnek is a feltétele, és abban az esetben, hogyha én ezeket a kereteket, szabályokat nem kapom meg a szüleimtől, akár mintában, akár úgy, hogy ez mint érték, ez egy fontos és követendő dolog, akkor sérül ez a szükséglet. És akkor vadember születik? És ebből lesz egy feljogosítottság, grandiozitás séma, amivel aztán nagyon sokat találkozunk szerintem az interneten, így mindenki látja. Tehát aki leural mindenki más. Abszolút, mindenki hülye, már bocsánat. Nem kell bocsánatot kérni, van egy ilyen dalom, az a cím, hogy ne vitatkozz hozzá hülyékkel, főleg nálad hülyébbel, hülye, aki mondja, de van hülyébb, és annál is hülyébb. Na, hát akkor ez pontosan az, amiről beszélünk. Tehát ezek a szükségletek, amik sérülhetnek. Igen. Ezek miatt alakulnak ki bizonyos sémáink. Igen. Amik ráadásul nem ilyen tankönyvszerűen külön létezhetnek csak, hanem akár össze is vonódhatnak, vagy mindenféle alakzatokba jöhetnek elő az életünkben, gondolom millióféle verzió van ezeken belül. És ezek, ha súlyosan mondjuk így összegombócosodnak, akkor jön az életcsapda, akkor van az, hogy képtelenek vagyunk kijönni egy helyzetből, pedig már rég túl lehetnénk rajta? Hát azért ide be kellene hozni fogalomként még két dolgot, az egyik a sebzett gyerek, és a másik pedig a belső szülőnek a fogalma. Na, ezek világosíts ilyen... föl. Igen, tehát hogy akkor, amikor sebződött ez a szükséglet, ott keletkezett egy sérült gyermek részünk. Mindenkiben van egy gyermek rész, ez az a gyermeki rész, amelyik olyan érzékenyebben reagál dolgokra, akinek hiányai vannak, amit utána kapcsolatainkban próbálunk sokszor megkeresni, aki próbálja például, akinek sérült ez a spontaneitás játék szükséglete, akkor az majd felnőtt korába próbál olyan játékos dolgokat, és akkor lehet, hogy játékszenvedélye lesz. Vagy akkor túlkompenzálja? Igen, tehát hogy ott majd megadja magának egy másik módon. Jutalmazza magát. Igen, tehát hogy ezeket a hiányokat akkor valahogyan megpróbálja magának majd felnőttként megadni, és hogy éppen ezért, tehát hogy mindig van egy sebzett, egy sérülékeny vagy sebzett gyermekmód, és aztán ehhez a sérülékeny vagy sebzett gyermekmódnak vannak sémái, tehát hogy ő rá jellemző ez a bennünk levő részre jellemző az, hogyha ez beaktiválódik egy adott helyzetben a jelenben, akkor majd mi már nem tudunk önmagunk lenni, az az egészséges felnőtt, aki itt vagyok, hanem helyettünk. Az a gyerekmód kapcsol be, és akkor ezért van az, hogy sok ember ilyenkor úgy kezd el viselkedni, mint egy gyerek. Tehát magyarul a legintelligensebb emberrel is előfordulhat. Abszolút. Ez nem műveltség vagy tudás kérdése. Nem. Az viszont, hogy én tudom, hogy én bennem keletkezett valamilyen érzés, és akkor megtanultam az életem folyamán mondjuk, hogy nekem van erre egy érzékenységem, és megtanulom ezt kontrollálni, akkor az már egy egészséges felnőtt mód működés, hiszen tudom azt, hogy ez nem a pillanatról szól, hanem nekem van erre egy szenzitivitásom. Visszatérve akkor itt még a másik fogalomra, igen, ugye ez egy szülőmód,
ami mindannyiunkban van egy belső szülő. Tehát ez a bennünk lévő szülő, ez lehet kritikus, lehet elégedetlen, lehet félelemkeltő, lehet büntető szülő, és ez egy, úgy kell elképzelni, hogy amikor valamit érzünk, tehát bekapcsol ez a gyermekmód mondjuk, akkor erről mit fogunk gondolni. Tehát a gyermekmódhoz főként érzések, testérzések kapcsolódnak, uh-huh. A szülőmódhoz pedig ilyen vélemények, vagy ilyen gondolatok, hogy ha ezt érzem, akkor én gyenge vagyok. Igen, mondjuk egy példát, vagy kettőt. Igen. Jó, tehát például valakinél van egy visszatérve ez a kudarcra ítéltség séma, és akkor bekapcsol benne, jön egy feladathelyzet, vagy egy új helyzet, szituáció, és akkor rögtön bekapcsolná ez a sebzett gyermek, amíg elkezd szorongani, hogy ez nekem úgysem fog sikerülni. Igen. Biztos, hogy valami gigszer lesz a dologban, és akkor ez így nem lesz jó, és aztán belül megszólal ez a szülőmód, nagyon sokszor a gyerekmódból bekapcsol ez a szülőmód, és akkor azt mondja, hogy na, hát persze, hogy nem sikerülhet, hát meg se próbáld, ne is gondolj erre, hát mit képzelsz te magadról? És akkor sokszor ez a szülőmód visszacseng a gyermekkorban kapott kritikus szülőnek, a valódi szülőnek a mondatai, nem pontosan, mert hogy nagyon sokszor ez még keményebb, uh-huh. Van akinél gyengédebb, vagy hogy összemosódnak nem csak a szülő, de például egy edző, vagy egy zenetanár, volt most így uh-huh. Konkrét páciens jutott eszembe, tehát hogy akik ilyen nagyon keményen, kritikusan, vagy esetleg olyan élesen tudnak fogalmazni, hogyha az ő mindennapjaik, vagy a munkafolyamataik, vagy akár így egy kapcsolatba kerül ezzel az emberrel, akkor ez így formálja majd ezt a belső szülőt, hiszen ezeket kaptam meg, és akkor ez fog utána majd így bekapcsolni benne későbbiekben, tehát már nem a külvilágban gyerekként, hanem ő már rég túl van ezen, felnőtt ember esetleg, vagy fiatal felnőtt, és akkor az egyetemen ezt így simán be tud kapcsolni vizsgahelyzeteknél, felvételnél. És akkor lefagyaszt minket, ugye? Abszolút. Ez uh-huh. Például, hogyha lefagyok, akkor az egy áradjány megküzdési mód lesz. Na, azt akartam mondani, igen. Hogy azért most annyi minden veszélyes dologról beszéltünk. Most otthon mindenki biztos vakarózik, hogy na, melyik lehetek én. Igen. Azért azt mondjuk el, hogy nem feltétlenül van az emberben mindegyik ilyen szükséglet, igen. Hiány. Szóval azért tehát ez az emberek nagy része azért ezek nélkül is boldogan éldegél, nem? Igen, illetve azt gondolom, hogy ugye nincsen tökéletes szülő, nincs tökéletes ember, ezért valamilyen sémánk biztos, hogy mindenkinek van. Viszont az, hogy ez milyen mértékű, milyen erősségű ez a séma, az nagyon nem mindegy. És hogy nyilván minél erősebb hatások értek, minél fiatalabb korban, minél kisebb korban, annál erősebben fognak ezek a sémák majd így működni és bekapcsolni, annál erőteljesebb érzelmi válaszokat váltanak ki belőlünk, azt a sebzett gyerekmód bekapcsol, de van, akinél ez a szülőmód kapcsol be, tehát hogy rögtön elkezd mondjuk károgni, hogy fú, hogy ez így biztos, hogy nem lesz jó, vagy főleg például sok olyan paciensem van, aki szülőként ez a belső szülő félelemkeltő szülő, és akkor ők állandóan rettegnek. Nyomasztják a gyereket? Meg önmagukat, aztán utána meg a gyereküket. Tehát mindig rettegnek, hogy jaj, hogy beteg lesz az a gyerek, el fog esni, elrabolják iskolába menet, és hogy ilyen, minthogyha így a szenárió felépítenek a fejükben valami borzasztó véde, vagy veszélyes virágot, amiben így végig kell rettegni az életet, és akkor ez egy negativizmus, pessimizmus séma. Hát nekik üzenjük azt, hogy ugye, hogy aki állandóan vihart várja, az nem tudja élvezni a napsütést. Így van, abszolút. Neked most kisbabád van, és igen. Ezúton is köszönöm, hogy eljöttél, mert tudom, hogy most egy pár hónapos kisbabát kellett ott hagynod, azért velem beszélgess, aki külön hálás vagyok ezért. Azt tudom neked mondani, mint gyakorlóbb apuka, hogy az borzasztó pillanat, amikor az ember egyszer csak azt vesz észre, hogy azok a mondatok jönnek ki a száján, amit ő is hallgatott gyerekkorában a saját szüleitől, és amivel tele volt már a pupi akkor is. Persze sokszor ezekre szükség van, de közben azt gondolod, hogy a te sémáid biztosan azért fejlettebbek, vagy érdekesebbek, vagy kreatívabbak, mint a szüleidé voltak. Ez kiderül, hogy nem így van. Te hogy készülsz erre, mint anyuka egyébként? Hát azt tudni kell, hogy minden terapeutának a képzésnek a része az, hogy valamennyi ideig mi magunk is terápiázunk.
terápiába menjünk. Tehát, hogy ez van, amikor szupervíziónak hívják, és akkor azt ugye... Nem, ez a televíziót még értem, de a szupervíziót... Az... Szupervízió az az, amikor már csináljuk a terápiákat a páciensekkel, és közben egy nálunknál sokkal előrébb járó tapasztalt terapeutához elmegyek, hogyha elakadásom van, akivel így megbeszélem azt. Igen, és hogy ez nagyon jól működik, hiszen ha valakivel elakadok, ha valakivel valamit nem értem, és összeguvancolódik. Akkor kell egy másik szakember, aki ebben segít. Abba én vagyok a ludas, tehát ott nekem van valami olyan sémám, ami miatt én sem látom jól azt a helyzetet, ezért fontos a szupervízió, így a terapeutáknak, mert az attól fejlődik a mi önismeretünk, és akkor jobban rálátunk a saját. És abban bízol, hogy ez majd segít a gyereknevelésben? Bízom benne, igen, valójában. Mert hiszen... tudod, azért olvastam egy olyat, és bocsáss meg, hogy közbevágok, hogy klinikai körülmények között mindig remekül meg lehet oldani a páciensek problémáit, de amikor az életben mi szembesülünk vele, és tele vagyunk valódi olyan emóciókkal, érzésekkel, amelyek azért a tiszta gondolkodásunkat befolyásolják, akkor az ember egyáltalán nem lesz olyan magabiztos. Ez biztos, hogy nagyon sokszor így van, de azt gondolom, hogy a sématerápiának az egy nagyon nagy erőssége, hogy módosult tudatállapottal oldja fel ezeket a sémákat. Tehát, hogy az azt jelenti, a hipnózis szokták esetleg még ennek nevezni, igen, tehát hogy gyakorlatilag így történik a feldolgozás, hogy megkérdezzük, hogy akkor mi volt az, ami a héten tapasztalt, ami érzelmileg nagyon megérintette, és biztos, hogy ott felfedezte, hogy ott én irracionálisan reagáltam valamire, a férjemre, a gyerekemre, a kollégámra, a főnökömre, és akkor mit élt ott ő meg. És akkor az érzelmek mentén csak az érzésekre figyeljen, és akkor így leválasztjuk a jelenről, csak az érzések testi szinten, hogy milyen gondolattal társult, és hogyha csak erre koncentrál, akkor kezdjen el visszafelé menni így fejben, és mi jut eszébe, hogy hol érezte ő ezt először. Amikor pszichológusokkal beszélgetek, ez nem most fordul elő először, akkor van egy olyan nézésem, mintha ők ugyanazon a szigeten laknának. Ezen a szigeten mindig süt a nap, pálmafák hajladoznak, minden csodálatos, és minden idilli. Ingyen hozzák a kaját, és egyébként mindenki szeret mindenkit. De valahogy a valóság az pont nem ilyen. Egyáltalán nem ilyen. Igen, szóval mindig azt hiszem, hogy ezekről jó beszélgetni, de a valóságnak az a mérhetetlen kiszerűsége, sokszor elviselhetetlen körülményrendszere, szaga, hőmérséklete, az indulatok, a sok gyűlölet, ami lebeg körülöttünk, a sok ostobaság, az valahogy az nem nagyon teszi lehetővé az, hogy egy ember, aki el van veszve, az valahogy megtalálja mégis magától az ilyen utakat, illetve rá akarok térni a megküzdési módokra, hogy azért mondjuk-e, hogy van remény ezekből a helyzetekből kijönni. Szóval erre mit mondasz? Most nem pszichológusként akarlak ezzel piszkálni, csak valahogy értem. Most döntött el ez az érzés. Szóval, hogy én is van, amikor akár a férjemmel, akár most így a mindennapok mentén is konfliktusok adódnak, és nem úgy szólok neki, vagy ő se úgy szól hozzám. Főleg, ha nem aludtad ki magunkat, akkor aztán végképp jönnek ilyenek. De hogy nem mindegy, az, hogy utána egy fél óra múlva, vagy egy valamennyi idő múlva erre rálátunk-e, hogy akkor ez itt bekapcsolt egy séma itt nálunk, ettől akár a fáradtságtól jött valami hirtelen sodró érzés, ami vitt magával akár engem is, akkor tudom azt mondani, hogy valóban, ne haragudj, hogy így szóltam, ez egy ilyen sémás működés volt, persze ezt már nem így mondom neki, de ezt hogy... Ezt már tudja, hogy is, hát ezzel van, ezt már tudja, meg hogy ő volt a tesztolvasom, szóval, hogy így mondom neki, és akkor elmondom neki, hogy mi volt mögötte a szükséglet, hogy egyébként én ezt éreztem, erre lenne szükségem, csak nem jól fejeztem ki magam, mert nagyon dühös voltam, vagy nagyon feszült voltam, de ez megint önfegyelmet igényel, ez azt igényli, hogy az ember jó ember legyen, hogy akarjon javítani egy ilyen helyzeten. Az indulataink sokszor elborítják az agyunkat, és én nem tudom, sokszor azt látom, hogy az ember képtelen erre. Akár a magam nevében is mondhatom, bár én próbálom magam kontrollálni, és valahogy mindig arra szoktam gondolni, hogy nem olyan hosszú az élet, ez nem olyan fontos dolog, ami miatt itt most elszabadult egy veszekedés,
nyugodtabbnak kell lenni, nincs minden apró dolognak, főleg az apró dolgoknak nincs olyan jelentőségük, hogy emiatt mondjuk veszekedni kelljen, vagy emiatt mondjuk a rosszabbik énemet hagyjam előjönni. Na látod, akkor ez a te egészséges felnőtt módod ilyenkor bekapcsol, és csillapítja benned azt az adott részt, amelyik lehet, hogy egy dühös gyerekmód, amelyik elkezd így esetleg úgy csak úgy jön belőle minden, és nem gondol a következményekre. Ez és az én és az ideális én közti különbség, vagy ez egy másik? Nem mondanám, hogy ideális, hanem inkább azt mondanám, hogy elég jó. Hogy tehát akit tudok jó. Én is szeretni magamban, az az ember, és akkor, hogyha én tudom szeretni, akkor mások is fogják tudni szeretni. Én úgy érzem, hogy manapság borzasztóan reaktívak az emberek, és így ugranak egymásra, és nagyon sok az agresszió, és nagyon sok a feszültség, és hogy egyszerűen ez a fajta, amit úgy hívtam, vagy úgy neveztem, hogy jó indulatú értelmezés, ez úgy hiányzik a mindennapokból. Én azt szoktam mondani, hogy több gondolat, kevesebb indulat. Ja. És akkor ez ugye a dalszövegíró jól érzi magát ilyenkor bennem, hogy egy rímes dolgot talált ki. Igen. Beszéljünk arról, hogy a sebzett szükségleteink, sebzett gyermeki mi voltunk miatt kialakult sémáinktól, amik tulajdonképpen olyan, mintha mindig valami rossz dalt raknánk vissza, vagy magától így akadna van. Vissza a lemez. Ugye mindig ugyanazt kezd lejátszódni. Na ezektől hogy tudunk megszabadulni? Mert szerintem ez érdekli legjobban az embereket. Amit ti megküzdésnek, angolul copingnak hívtok, ez mindenki számára lehetséges, hogy egyszer csak elővegye a lelki ninja kardját, és levágja magáról azokat a sémákat, amelyeket kvázi, mint egy óriási malomkő akaszt a saját nyakába. Volt olyan páciensem, aki minden ügyeletet elvállalt, és hogy... Ez a mártír típusnak hívjuk a hétköznapokban Mártírnak is nevezhetjük, igen, de közben ebben nem annyira ez a mártírság van benne, hanem az, hogy... Te nem önfeláldozás, hanem hogy... Igen, egy állandó reménykedés abba, hogy értékeljék már, hogy ő milyen, vegyék észre, hogy ő milyen, hogy figyel, de ezt milyen mindig kedves. Mindig kihasználják. Így van. És akkor és bele is ragadunk ezért, életünk végéig ebben. Így, pont a megküzdési mód miatt beleragad. Tehát, hogy vannak rossz megküzdési módok. Ezek a rossz megküzdési módok, ez például az önalávető mód. De gondolom, ennek létezik az ellentetje is, ugye? Igen, az a túlkompenzáló. Na, mesélj erről, mert szerintem ebből sokat ismerünk, sok ilyen embert, így van? Így van. Nagyon jó példa, erre például a Trump, aki grandiózus és egy ilyen feljogosítottság sémával ő mindig túlkompenzáló, vagy nagyon sokszor túlkompenzáló módban viselkedik és reagál. Egyébként ezek a megküzdési módok a viselkedésben lehet észrevenni. Tehát ott tudjuk azonosítani a hétköznapokban, hogyha valaki nagyon ilyen vagy olyan. Így van. Akkor ott én mindig első körben a megküzdési módokkal találkozom, és csak sejteni lehet, hogy akkor emögött biztos, hogy van valami. Tehát ez a jó indulatú értelmezés, hogy ez, ahogy ő viselkedik, amit ő mond, ahogy reagál rám, az nem nekem szól, hanem benne most történt valami. Na, de ezt mondom, hogy egy szigeten laktó pszichológusom. Az ember kimegy ide Rákóczi útra, és az édes anyjába elküldik egy közlekedési szituációban, akkor nem azon gondolkodsz, hogy a másik milyen transzgenerációs és sémahordozó áldozatként ül az autójában, hanem az, hogy mindjárt kiszáll onnan, hogy pofán ver. Ez biztos, hogy így van, bár én terapeutaként megmondom őszintén, minél agresszívebb valaki, én annyira megsajnálom őket, mert mennyire borzasztó lehetett neki, mert valószínű, hogy az, ahogyan ő viselkedik és reagál, tehát ezek a megküzdésmódok is azért így reagál, mert ő ezt tanulta, hogy ezzel így kell megküzdeni. Tehát otthon ez volt a minda esetleg, hogy kell keresztül vinni egy akaratot. Azért veszélyes, amikor ilyen típusú emberek kerülnek politikai hatalomhoz, ugye? Igen, ezt én nem lehetne, hogy már korábban a Pszichológusok Világszövetsége azt mondja, hogy maga alkalmatlan, maga mehet. Hát egy jobb világban lehetne. A harmadik megküzdési mód, az az elkerülő megküzdési mód. Ugye tök érdekes, nem, hogy az egyiknél alámegyek a másikaknak, és az ő rájuk figyelek. Uh-huh. A túlkompenzálónál fölé megyek, és lenyomom a másikat. Lekardozom. Abszolút. Igen. Az elkerülőnél be sem megyek a kapcsolatba. Tehát elkerülöm a kapcsolódást. Lemondom, halogatok, kifogásokat gyártok,
mindig másokat hibáztatok, vagy esetleg érzelmileg egy olyan falat épít ki, hogy egyáltalán ilyen rezignált lesz mindenre. Szerintem a magyar társadalomban borzasztóan sokan abban az élethelyzetben, ami manapság van, rátanultak erre az elkerülésre, és hogy inkább nem mennek bele a dolgokba érzelmileg így, ilyen rezignáltak lesznek, hogy nem lépnek, nem mennek az érdekeiért, nem rezonálnak rá, és akkor ezt mondják, hogy birka nép a magyar sok szempontból. De nem erre mondják azt, hogy ez a tanult tehetetlenség. A tanult tehetetlenség is egy amit megörököltünk még a kádári időkből, igen, hogy ugye gyakorlatilag nem lehetett a rendszerből kilépni. Abszolút. Ezért megszoktuk azt, hogy hát ez van, ezen belül kell elfogadni. Bármilyen rosszul érezzük magunkat, már nem lépünk, miközben lehetne már, igen, de akkor sem teszünk magunkért, igen, semmit, ugye? És ez így érdekes, mert hogy ez családi szinten is így működik. Tehát például egy nagyon diktatórikus szülőnél, vagy egy bántalmazó szülőnél rátanul a gyerek arra, hogy úgysem tudok mit csinálni, egyszerűen megtanul nem érezni, nem reagálni erre, mint hogyha egy ilyen krokodilbőrt kéne növeszteni, uh-huh, a lelkére, és akkor ettől ő olyan lesz, hogy érzelmileg megközelíthetetlen, nem fog kapcsolódni más emberekkel, mert mindig ott van annak a félelme, hogy ha kapcsolódom, ha kinyitom a lelkem, a szívem, akkor ott majd ugyanúgy fognak bántani, és ugyanazt fogom megélni, mint gyerekkoromban, ahol én nyitott voltam, és meg se kockáztatják ezt, hogy így kapcsolódjanak a más emberekhez, vagy nyitottá tudjanak válni, és például akár a függőségek is ugyanígy elkerülő mód, hiszen olyan dolgokkal kapcsolódik, ami nem ember, tehát egy szerrel kapcsolódok, amit tudok kontrollálni, ugye? Vagy egy túlzásba, abszolút túlzásba. Vagy a munkaszenvedéllyel. Abszolút, vagy akár aki így a végletekig sport mindenféle. Olyan erőfeszített, tehát ez a fitness őrület. Igen, ugye? Az is túlhajtja azért, hogy igen, ne kerüljön bizonyos dolgokkal kapcsolatba, vagy nekem fogom. Amíg sportolok, amíg erre megy az időm, addig nem fogok tudni kapcsolódni emberekhez. Ha valaki szeret engem a környezetemben, barát, házastárs, rokon, testvér, szülő, ők tudnak ebbe segíteni? És magunknak tudunk segíteni? Azért a családi kapcsolatoknál olyan szempontból lehet segíteni, hogy ott van egyfajta olyan bizalmi légkör, amiben lehet talán őszintén azt mondani, hogy te figyelj, te, én észrevettem, hogy te így és így szoktál reagálni, és hogy én ezt nem kritikálnak mondom. De mindig mondom. Sértődés a vége. Igen, ezért veszélyes ezeket a családba, tehát nagyon finoman kell ezt megfogalmazni, és ez nagyon nehezen megy sok mindenkinek, főleg, hogyha a másik ember nagyon szent. Pozitív. Tehát, hogy ezt én is tapasztalom akár saját családomban is, hogyha ugye nagyon nehéz, hogyha valaki tanácsot kér, és akkor még ilyen fiatal pszichológus koromban, akkor még nagyon szívesen elmondtam, hogy mi az, amit én erről tanultam, vagy mi az, amit erről tudok, de aztán olyan borzasztóan megharagudtak rám, hogy akkor volt egy időszak, amikor senkinek semmit nem mondtam. Az emberek nem szeretik, ha okosabbak náluk a többiek. De aztán mégiscsak úgy vagyok vele, hogy hát, hogy muszáj. Tehát, hogy én szeretnék neki segíteni, és akkor meg kell tanulni. Tehát ez nagyon, nagyon nehéz. Ez egyébként terapeutaként is ez a legnehezebb. Ez úgy hívjuk, hogy empatikus konfrontáció. Mondani a másiknak. Én ezt próbálom a kislányaimmal például, megmondom őszintén, mert mindig azt érzem, hogy mint a tojáson lépkedne az ember, olyan óvatosan próbálok közeledni hozzájuk, és amikor nincs feszkó, tehát nincs valami olyan helyzet, ami miatt valaki nagyon felizgatná magát valamin, vagy felrántja magát valamin, akkor azért én próbálok ilyenkor úgy fogalmazni valahogy, hogy lehessen érezni, hogy van egy szándékom arra, hogy szembesítsem őt valamivel, de ez nem egóból jön, hanem próbálok nagyon kedves szavakkal megágyazni, ennek nagyon türelmesnek lenni, hogy te mondod, jó szándékú megközelítés. Jó indulatú. Jó indulatú megközelítés, igen, hogy a gyerek ne azt érezze, hogy én őt kritizálom, vagy ne azt érezze, hogy én kijavítom őt, hanem hogy inkább próbálom őt segíteni abban, hogy rátaláljon valamire. De azért ez a hétköznapokban nagyon nehéz, hiszen szerintem, amikor tudod, fáradt vagy, meg a te fejedben is kering mindenféle gondolat, ami a dolgod lenne. Nehéz ilyen megértőnek lenni. Ha annyit megjegyez mindenki, hogy különítsük el a személyt, az egyént, mint személyiség, és a viselkedést, és hogy én a viselkedésről mondhatok véleményt, de hogy próbáljam meg nem úgy, azt mondom, hogy nem szeretlek, ha így csinálsz, hanem azt mondom, hogy nem... Hogy ez a viselkedés engem elszomorít. Ilyen is, igen. Akkor ez abszolút, így a helyes megfelelő. Így van, hogy
te egy nagyon szerethető ember vagy, veled minden rendben van, de hogyha így viselkedsz, vagy így próbálod elérni ezt vagy azt, akkor sajnos az, annak az a következménye, hogy. Tehát, hogyha így próbálok kapcsolni, szétválasztom, hogy én a viselkedésről mondok valamit, és nem róla, mint emberről, akkor ő is végre ki tud lépni ebből, mert hogyha nem a sémáinkon keresztül gondolkodunk, hanem tudok egy távolságot találni, és ránézni magamra, hogy ja, tényleg ott van a viselkedésem, és az érzésem, és ez nem ugyanaz, akkor így már így partner maradhat, és hogy ezért kell így egyensúlyozni ebben a kommunikációban. Lehet, hogy a te könyvedben olvastam, lehet, hogy másikban, nem tudom, ezt ne kérd számon tőlem, de valami olyasmire emlékszem még, hogy minden törekvésünket a másokkal való viszonyunkban, a viselkedésünkben, a tudott és nem tudott dolgok értékelésén túl valahogy az a legjobb, ha végül mégiscsak a szeretet ír fölül mindent. Tehát, hogy az annak kéne lenni a legfontosabb mindenek felett jelenlévő olyan nem szempontnak, hanem nem is tudom minek, jelenlétnek, vagy szándéknak, vagy nem tudom, hogy nevezzem, hogy például, hogyha gyerekeimre gondolok, mindig az jut eszembe, hogy igen, ez most nem így kellett volna neki, nekem se így kellett volna, meg az most nem jó így, de majd ezt később egy kicsit talán ki tudjuk javítani, de hogy a vége azért, ami megnyugtat mindenkit, az, hogy jó, de azért szeretlek. Tehát, hogy azért... Aha. Igen, tehát hogy szerintem ez nagyon jó gondolat, és ugye ezt én azt gondolnám, hogyha így visszautalva a könyvre, hogy ez a kapcsolati szükséglet. Tehát az, hogy a szerethetőségben mindig megnyugtassam a másikat, hogy ő szerethető, hogy ő fontos, hogy ő így jó, ahogyan van. És nem lesz magányos. És akkor igen, akkor, hogy egy kapcsolatban létezünk, és akkor közben, ha ezt, meg fent tudom tartani ezt a kapcsolatot egy gyerekkel, akkor ő mindig minden állapotában kapcsolódva érzi magát, és akkor ő mindig tud majd saját sebzett gyerek részével, vagy saját gyermek részével is kapcsolódni. Tehát a kapcsolat a lényeg. És ugyanezt meg tudjuk a felnőttekkel is csinálni. Így van. De ehhez több energia kell, és több türelem. Igen. Mert a gyerek felé könnyebben adjuk ezt. Igen, a saját gyerek felé mindenképpen, aztán persze mások gyerekeinél is el tud az ember egy kicsit így, hogy fogalmazzak, hát ezért lehet nehéz pedagógusnak lenni, igen, például. Igen. Ezért is érdemelnének több megbecsülést. Igen, abszolút. Abszolút. Igen. Valamit hadd kérdezzek. Én lehet, hogy ezt az egész témát félreértettem most, hogy önt hallgattam, ugyanis amiről itt szó volt, azok ugye érzelmi viszonyok. Önmagunkból, gyerekkorunkból, kapcsolódásaink mentén megnyilvánuló érzelmi viszonyok. Én amikor a témát csak úgy magamban végig gondoltam, én azt hittem, hogy ennek része az is, amit önmagunkon belül alakítunk ki olyan értelemben sémaként, ahogy cselekszünk, hogy nem gondolkodunk, csak sémák mentén létezünk. Mm-hmm. Tehát magyarul beszéltük itt Péterrel az előbeszélgetés során, ahogy öltözünk, hogy fölkapjuk és ugyanazt hordjuk mindaddig, amíg valaki egy gombos tűvel meg nem piszkál bennünket, hogy te, neked jól állna az is. Vagy ahogy gondolkodunk, csak a beidegződéseink, a sémáink mentén gondolkodunk, vagy legalábbis gondolkodik a legtöbb ember. Ez ennek a tárgykörnek nem része? A sémának a tartalma az egyrészt egy ilyen gondolat és vélemény önmagunkról és másunkról, és egy ilyen elővételezés, hogy mi és hogy fog történni, illetve van érzelmi, illetve van testérzetekből fakadó, vannak olyanok, amik ilyen saját emlékből fakadó, de ezek annyira automatikusak, annyira ösztönösen jönnek, hogy meg se kérdőjelezzük őket. Tehát, hogy ezért hívjuk őket sémának. Na, de sokszor, amit meg nem kérdőjelezünk, az azért nem biztos, hogy jóra vezet. Olyan értelemben, hogy a sémák mentén a kreativitásunkat, a mindennapi megújulási képességünket megöljük, mert a sémák, igen, elnyomják. Ez pontosan így van. A séma az olyan, mint egy ilyen sín, amire akkor fel vagyok rakva, és akkor abban az irányba megyek. Tehát az mindig bezár egy gondolkodási rendszerbe, és ezért máladaptív, hiszen valójában az egész élet egy változás, egy egész élet egy ilyen tanulás, és ott mindig
a jelenben levő aktuális történésekhez kell kapcsolódnom, hiszen az új tapasztalás írhatja felül a sémákat. De ha nem engedem meg az új tapasztalásokat, és így nem tudok nyitott maradni arra, hogy ez az ember máshogy gondolkozik, máshogy viszonyul, más van a háttérben, akkor, mert ezt nem kérdeztem meg, meg csak nem is gondoltam rá, akkor a fejemben a sémás gondolkodás fennmarad. És ez ellen hogyan lehet küzdeni? Hát, ha szabad beleszólnom, ugye azért jó, hogy a Sanyi ezt földobta, mert ugye én sok helyen tartok előadást a megújulásról, de alapvetően ez inkább egy intellektuális szakmai, és egyébként részben nyilván pszichológiai hátterű dolog, ahol azt szoktam többek között elmagyarázni, hogy az ember gyakran rááll az életében ilyen automatizmusokra. Példaként hoztam azt, amit sokan átélnek valószínűleg, akiknek van autójuk, hogy megy az ember az autópályán sokáig, és egyszer csak azt vesz észre, nem is tudja, mi történt az elmúlt 30 kilométer alatt, mert bekapcsolta a tempomatot az autóján, és csak megy. És az életben is sokszor vagyunk így, ugye, hogy automatizmusok irántják az életünket, ezek bizonyos értelemben sémának is tekinthetők, vagy így is megfogalmazhatjuk ezt, és amiről most mi beszélünk, az ennek a lelki részéről, a pszichológiai részéről szól. De nagyon sok más olyan séma van az életben egyébként, igen, valóban, ami, ahogy mondtam, hogy rutin is így tulajdonképpen, van, így van, de megszokások rendszere, vagy módszerek, amiket kialakítottunk, hogy sikere vegyünk akadályokat, de közben az a nehéz, hogy múlik az idő. Igen. Múlik az idő, és néha ezeket a dolgokat újra felül kell vizsgálni, vagyis manapság úgy szokták mondani, hogy update-elni kell. Így van. Ugyanúgy, hogy a számítógépünkre letöltünk újabb és újabb verziókat különböző applikációkból, ugyanígy tulajdonképpen nekünk magunknak, embereknek is újra és újra szembe kéne nézni azzal, hogy amit eddig használtunk, az most működik-e az új helyzetben, vagy nem? Abszolút, pontosan ezt írtam szerintem a könyvnek akár a bevezetőjében is, hogy milyen érdekes, hogy a telefonunkat update-eljük, de a saját meggyőződéseinket, vagy a saját elővételezéseinket, azt nem. Mert azt nem szeretjük. Hát, voltak olyan paciensek, akiknél azt éreztem, hogy az úgy nem működik, meg hogy mindig ugyanoda jutottam vissza, és csak körkörösen, csak fennakadtunk, és már megint ugyanaz volt a probléma. Akkor ezzel azt mondja, hogy ez kell egy ember, hogy kilépjünk a mindennapi sémáink fogságából? Én azt gondolom, hogy fontos, mert annyira érzelmileg, ha benne vagyunk valamiben, akkor az érzelmeinktől ugye nem tudunk racionálisan gondolkodni, és hogy itt meg az, hogy ettől egy picit így ki tudjak lépni ebből, és érzelmileg eltávolodjak, és ránézzek magamra, ahhoz fontos ez a segítő, aki ebben támogat engem, vagy egy tükröt tart, hogy ezt figyelj, ezt most nézzünk rá. Tehát, hogy például terápiás helyzetben is van olyan, hogy köztünk éppen a beszélgetés során kialakul valami ilyen működésmód, amit én érzek, hogy hú, ez most itt ebbe indult nála, valamilyen séma beaktiválódott, valamit mondtam, valahogy néztem, valamilyen hangot használtam, valami félrecsúszott a kapcsolatunkba, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor itt most picit álljunk meg, nézzük meg, hogy mi történt köztünk. Tehát, hogy mindig kell ez a megállás, és ránézés arra, és egy ilyen együtt gondolkodás. Tehát egy külső kontroll. Igen, és szerintem ezt egyedül nem lehet. Ez nagyon nehéz. Igen. Még akkor is, ha tudatosak vagyunk, vagy hipertudatosak vagyunk. Igen. Ugye? Tehát érzelmi megélés, érzelmi felülírás. Tehát, hogy kevéssé, lehet, hogy látom azt, hogy ez nekem egy gyenge pontom, vagy ezen változtatni kell, de az, hogy milyen mély sebet okozott valaki valamikor nekem gyerekkoromba, ahhoz nem jutnak el egyénileg az emberek, vagy ha el is jutnak, akkor nagyon nehéz önmagamat abban gyógyítani. Tehát, hogy a terápia során van egy ilyen fajta menetrend, hogy először megtanítjuk ezeket a sémákat, hogy felismerje, amikor működésbe nyilván kezd, igen, és akkor utána van egy olyan szakasz, ahol ilyen viselkedés változtatások ezek indulnak. Gyakorlatok. Ezek gyakorlatok, igen, ahol megfigyeli önmagát, és megpróbál kilépni ezekből a vakvágányokból, és máshogyan viselkedni, ezáltal új tapasztalatokat nyerni. Utána nem járnak úgy az emberek, mert most, hogy hallgatlak téged, azért ez így felrémlik bennem, hogy
Tudod, ha az embernek van egy kalapácsa, minden szögnek néz, hogy kimegy utána az utcára, hazamegy, és utána mindig azt nézi, hogy mit csinált, vagy hogy reagált valamire, úristen, ez most biztos egy séma, és ebből ki kéne lépnem? Átmenetileg lehet, hogy van ilyen hatása, hiszen ez azért egy folyamat, és hogy akkor, hogyha az emberek ezt így elkezdik használni, akkor ennek is vannak olyan részei, ahol még nem eléggé önreflektív és túl megbocsájtó magával, de aztán van, akinél meg pont az lesz, hogy szanaszéjjel analizálja magát, és mindenben kritizálja magát. De előbb-utóbb azért ki lehet jönni ebből az állapotból. Akkor ez megint meg kell vizsgálni, hogy ez most akkor a szülőmód szokta egyébként ezt így elrontani, hogy nem olyan problémás ez, és akkor ez így minden rendben lesz, és akkor persze nincs meg az őszinteség önmagammal, vagy az a kapcsolódás önmagammal, vagy pedig sokkal szigorúbb vagyok önmagamhoz, és mindenben megkérdőjelezem magamat, és akkor ebben is kell egy külső segítség ahhoz, hogy megtaláljam azt a mértéket, amelyik így pontosan jó lesz. És hogy azért hozzátenném, hogy azért ennek a módszernek ez egy fontos része, hogy ahogyan visszamegyünk a gyerekkori gyökerekhez, akkor ott érzelmi felülírás történik. Tehát ott én terapeutaként belépek abba a történetbe. Megpróbálsz kitörölni egy régi fájlt, vagy felülírni egy régi fájlt? Felülírni, igen. Ez a legpontosabb szó, ez pont a terapeuták is így tanulják, hogy azt, amit ott gyerekkorban kaptunk egy ilyen rossz... Amit elszenvedtünk, akkor helyette a terapeutától kapok egy jó mintát, és akkor ezáltal érzelmileg felülíródik, és akkor kap egy magyarázatot is a páciens, hiszen én terapeutaként ilyenkor mindig vannak ilyen mondatok, amiket mondani kell, hogy nem azért viselkedett veled mondjuk így az apád, mert hogy te egy rossz gyerek lennél, vagy hogy neki igaza lenne, mert ez egyáltalán nem igaz, hanem azért, mert neki van egy olyan sebzettsége, vagy esetleg ő látja ezt rosszul, és azért mondja ezt neked, de ez egyáltalán nem így van. És hogy nagyon fontos, hogy ezt így elkezdjen ebben gondolkodni valaki, hogy tényleg megkérdőjeleződik a sém, hogy tényleg én akkor nem vagyok egy lúzer, vagy lehet, hogy nekem mégiscsak sikerülhet. És akkor onnan lehet kimászni és a gödörből. És onnantól kezdődik, ahol ő már így kapott valami olyan érzelmi más élményt, amelyik elindítja őt ezen az úton. Petra, köszönöm szépen. Nagyon szívesen, és köszönöm a meghívást és a beszélgetést. Yeah, yeah. Hát akkor ez is megvolt, ez a két beszélgetés. Az jutott közben eszembe ülve ott a pultnál, hogy te ilyenkor törekszel valamit tanulni is, és ha igen, akkor például ebből a két beszélgetésből, amit most hallottunk, mit viszel haza? Mit viszel tovább? Az egyik az, hogy ezek a sémák nagyon is létező dolgok, csak néha nem tudjuk pontosan megfogalmazni, hogy melyek ezek. Tulajdonképpen az fogalmazódott meg bennem, hogy olyan, mintha régi filmforgatókönyvek lennének, amelyek meghatározzák azt, hogy a következő eseményeket hogy látjuk az életünkben, de ezeket a filmforgatókönyveket át lehet írni. Akkor, hogyha valaki segít ebben. Tehát magyarul felül kell írni korábbi olyan önképünket, hiedelmeinket, amelyek miatt a sérelmeink miatt nem látjuk jól a világot, ilyen nagyon egyszerűen mondva. És erre nem csak a tudatosság ad lehetőséget szerintem, hanem valóban akár egy-egy szakember is. Most nem azt mondom, mindenki menjen állandóan pszichológushoz. Hát de pont ezt akarom mondani, hogy engem az egy kicsit megrémített, amit itt utóbb Vágyi Petra mondott, hogy tudnélik, ezt azért, hogy a sémáink fogságából kiszabaduljunk, ezt nem lehet az embernek önnön maga megoldania. Ehhez kell valamiféle külső segítség, és a legjobb, hogyha szakember. Igen, de hát ez ugyanaz, mint hogyha eltörik a karcsontod, akkor maradhatsz otthon is, hát ha jól befor, de aztán mégiscsak jobb, ha elmész egy szakemberhez, aki pont úgy rakja össze, hogy ez jól forjon be. Itt is azt hiszem erről van szó. Sokan szerintem a mai napig úgy tekintenek még mindig a pszichológiára, bár ezek száma állítólag csökken, hogy hát én nem megyek el a lelki beszélgetésre, nekem erre nincs idő, meg különben is nem fogom magam kiadni egy idegen embernek, meg különben is én majd megoldom a magam dolgait, miközben ha valakinek nem tudom én gyomorfekéje van, vagy nem tudom én tényleg eltörik egy csontja, akkor simán elmegy egy orvoshoz. Csak ez azzal a látszattal rendelkezik, hogy ezt az ember önön maga is meg tudja gyógyítani, de ez nem igaz. A sémáinkból biztos, hogy nem tudunk magunk kiszabadulni. Ezt erősítette a pszichológus. Igen, és ami nagyon érdekes a vele való beszélgetésben is, és az Annával való beszélgetésben is, hogy
újra és újra kéne írni a régi merevlemezeinket, ha úgy tetszik, a sémáinkat. Amin azt érted, hogy átgondolni saját magunkat, igen, és amit újra kell szabni, azt szabjuk pontosan újra. Pontosan, és hogyha ez valahogy nem tud elég tudatos lenni, akkor csak szerintem néha érdemes egyszerűen előre dobni valamit, és utána szaladni, és megnézni, onnan visszanézve, hogy milyenek is voltunk, amikor elindultunk ezen az úton. Ebben van egyfajta önprovokáció, talán pontatlanul fogalmazok ebben, de hogy vannak ennek talán rizikós részei is, ezt most még nem tudom pontosan belátni, majd biztos írnak nekünk a nézők ezzel kapcsolatban. Azt tudom magamról, hogy amikor úgy éreztem, hogy valami nem frankó körülöttem, vagy már unom ezt, vagy nem az vagyok, aki szeretnék lenni abban, amit éppen megélek, akkor én abból mindig megpróbáltam kilépni, vagyis hogyha úgy tetszik, egy kicsit újraindítani a rendszeremet. Hát akkor mi feltétlenül okosabbak lettük, remélem a nézőink, hallgatóink is, és akkor parancsolj, konferáld a műsort. Ez volt a lelki sémákkal kapcsolatos szabaduló gyakorlat mára. Búcsúzóul kérem, iratkozzatok fel a csatornánkra a feliratkozás gomb megnyomásával, és könnyedén nyomjatok egyet a csengő ikonra is, hogy a YouTube értesítsen róla, ha új tartalmat teszünk fel a felületre. A mostani témához kapcsolódó kérdéseitekre, ha küldtök ilyeneket, küldjetek. Megpróbálunk válaszokat is adni majd a sorozat záró podcastjában. Köszönjük, ha adásaink készítését támogatjátok itt a YouTube-on a képernyő alatt jobbra található köszönet gomb megnyomásával. Mához egy hétre csütörtök este 8-kor Kor és váltótársam, az újfajta közszolgálatiságot kipipáló Friderikusz Sándor jelentkezik újabb műsorával. Mindig kitalálok neked valamit. A Geszti Plusszal legközelebb 2 hét múlva csütörtök este 8-kor érkezem. Az új podcasthoz persze új vendég és téma is jár majd. Addig is tekintsünk úgy az előttünk álló feladatokra, hogy azokat nem túlélni, hanem megküzdeni kell, mert mindig van feljebb, a szabadság bennünk lakik. Minden jóból jó sokat kívánok!